Dr. Járdán Ferenc biológust, rendszerökológust szeretném köszönteni a Pulcrum Podcast adásában. Jó reggelt, szíves üdvözlet a hallgatóknak! 93-ban kezdtél el a biológiai hálózatok kutatásával foglalkozni. Röviden be tudnád mutatni, hogy ez a terület pontosan mit akar? A biológia az nagyon sokszor elég bonyolult rendszerekkel foglalkozik. Ugye mondjuk egy sejt vagy egy erdő, azok nagyon bonyolult rendszerek, és mindig is tudták a biológusok, hogy ezt a bonyolultságot úgy tudjuk megérteni, hogyha kifejezetten arra koncentrálunk, hogy az alkotó részek között milyen kapcsolatok vannak. De sokáig ezt csak tudtuk, de igazából nem volt hozzá megfelelő számítástechnikai kapacitás, nem voltak adatok. Most viszont elértük azt a kort, amikor rengeteg adat van, nagyon jó gépek, nagy komputációs kapacitás, algoritmusok, és most már tényleg neki lehet esni ennek a problémának, hogy akkor rengeteg olyan dolog, amik egymással összefüggenek, ezek hogy néznek ki, hogy függenek egymással össze, hogyan lehet a biológiai bonyolultságot úgy megérteni, hogy a biológiai rendszereket, mint hálózatokat nézzük. És téged annó mi indítottál ezen a pályán? Hogyan jutottál ide? Ez egy nagyon jó kérdés. Egészen pontosan ez 93 volt, amikor az egyetemen kerestem szakdolgozati témát, és az akkori témavezető Molnár István volt, ő már azóta nincs köztünk. Ővele beszélgettünk nagyon vad elméleti dolgokon, tehát ilyen elméleti biológiai témákon, az öregedés eredetétől kezdve odáig, hogy miért vagyunk soksejtőek, mert ugye lehetnénk egysejtőek is. És az ő kedvenc témája a megbízhatóság elmélet volt, ami egyébként a műszaki tudományoknak egy nagyon izgalmas területe, és ő ilyen megbízhatóság elmélettel kapcsolatos biológiai kutatásokat végzett, és egész pontosan tudom, a genetika tanszéken egyszer fénymásoltunk egy ilyen kis büdös lukban, az volt a fénymásoló szoba, és akkor ott hirtelen volt így a homlokára csapott, és azt mondta, hogy miért nem foglalkozunk híd struktúrákkal? A híd struktúra az, amikor A-ból B-be lehet menni kétféle úton, és még a kettőt rövidre is lehet zárni. És akkor elkezdtem ilyen híd struktúrákat keresni a természetben. Voltak köztük molekuláris híd struktúrák, hogy ABC, meg ADC, meg ADB, stb. Megnéztük a rovarok szárnyerezetét, megnéztük a táplálékhálózatokat. Tehát a legizgalmasabb helyeken kerestem ilyen híd struktúrákat, és akkor ebből szépen valahogy kinőtt az, hogy rájöttem, hogy ezek a hálózatok, ezek marhára érdekes dolgok. És akkor elkezdtem egészen tudatosan keresni molekuláris, meg nem molekuláris hálózatokat. És először szignáltranszdukciós hálózatok érdekeltek, tehát hogy a sejtben hogy megy a jel átvitel. És aztán hirtelen találtam egy cikket, egy 79-es cikket táplálékhálózatokról, ami először ilyen nagyon lájtosnak tűnt, aztán rájöttem, hogy ez egy elképesztően izgalmas terület. És akkor igazából azóta is rengetegféle hálózat érdekel, de leginkább táplálékhálózatok. Tehát, hogy a termelőktől a csúcsragadozókig hányféleképpen mehet az energia. Rájöttem, hogy ez egy nagyon szépen kiforrott terület volt már akkor, és nagyon szép adatbázisok vannak, marha izgalmas matek van a háttérben, foglalkoznak vegyészmérnökök velem, meg ökológusok, meg biológusok, meg mindenki. És akkor még érdekes módon molekuláris adatból nem volt olyan sok, főleg ökológiai adatok voltak. Most azóta eltelt nem tudom mennyi, mondjuk 20 év. Az ökológiai adatok egy kicsit fejlődtek, molekulárisból mondjuk 7 nagyságrenddel több van. Tehát most már egy klikkeléssel le tudsz tölteni terabájtokat, ilyen molekuláris fehérje-fehérje kölcsönhatásokról például. Az erdő táplálékhálózata meg nagyjából úgy néz ki, mint 80 éve. Tehát ott is persze volt nagy fejlődés, de nincs az a nagyságrennyi ugrás az adatok mélységében. És akkor azóta mindenféle hálózat érdekel, társas állatoknak a csoportszerkezete, közlekedési hálózatok, fehérje-fehérje hálózatok, a londoni metróhálózatról írtam cikket, dolgoztam politológusokkal, szociológusokkal, biológusokkal. Tehát elképesztően változatos és nagyon érdekes. És egy olyan kellemes érzése van az embernek, hogy mindig hülyének érzem magam, mert egyik területnek se vagyok a szakértője, de minden területbe belekóstolgatok. Tehát mindig outsidernek érzem magam, de ezt sokan utálják, de én ezt nagyon szeretem. Tehát ez nagyon jó érzés, mert számomra ez a sokoldalúságot meg a flexibilitást jelenti. Egy igazi specialista az pedig nem érti, hogy miért kontárkodok bele a területébe, mert nem érti, hogy ettől ő is jobban fogja egyszer érteni a területét. És ezek a hálózatok, ezek mennyire ismétlődnek meg egy más területeken, tehát mondjuk egy fehérje esetleg egy erdőben, vagy ezek általában teljesen különböző fajtán épülnek fel? Ez az egyik nagy kérdés, hogy mi az, ami ezekben közös, és mi az, ami különböző. Tehát
mondjuk egy darás csoportnak a social networkje, hogyha összehasonlítjuk egy fehérjehálózattal, vagy egy erdőnek a táplálékhálózatával, mik azok a közös motivumok, amelyeket megtalálunk, mi az a közös működés, amit leírhatunk, és mi az, ami abszolút nem közös, hanem hasonló. És itt van az, hogy van egy ilyen örökös, ilyen yin-yang játék a biológus meg a fizikus között. Ugye a fizikus mindig azt keresi, ami univerzális, és ami törvényekkel leírható, és persze van zaj, de azért mindig vannak törvények. A biológus meg azt mondja, hogy nézzük a különbségeket, azokat, a változatosságot, az, hogy hány féle hálózat lehet. És van egy ilyen mondás, hogy ami a fizikusnak zaj, az a biológusnak zene. Ugye a biológusok szeretik a változatosságot, és ez az örök kérdés, hogy mi az, ami univerzális, és mi az, ami nem univerzális. Tehát, hogyha ilyen tegyük fel, hogy nagyon-nagyon jól értem az egyik fajta hálózatot, akkor ezáltal jobban fogom érteni a másik fajtát, vagy nem. Sose lesz pont itt a mondat végén, tehát ez egy nagyon izgalmas kutatási terület, és folyamatosan inspirálja a hálózatkutatókat. És mik azok a hasonlóságok, amire a legtöbb ember nem is gondolna? Tehát még egy pár példát tudsz esetleg mondani, és olyan különbségek, ami megint esetleg megdöbbentő lehet? Igen, hát ugye az egyik, ami részben ugye Barabási Albert László munkáira vezet vissza, hogy most már elég jól értjük azt, hogy hálózatban vannak ilyen hubok, ilyen nagyon erős, nagyon gazdagon összekötött csomópontok, akkor ez milyen következményekkel jár, és itt mondhatjuk azt, hogy bármilyen hálózatról beszélünk, hogyha hubok vannak benne, akkor ott könnyű elrontani a hálózatot. Ami ma már elég triviálisnak is hathat, de akkoriban ez még nem tűnt annyira triviálisnak, tehát ez akkor egy izgalmas eredmény volt, ugye ez 2000 körüli eredmény. Tehát, hogyha vannak hubok, akkor az irányított zavarásokkal szemben nagyon érzékeny a hálózat, tehát el lehet rontani. Ha véletlenszerűen jönnek a hibák, akkor viszont nagyon biztonságos, mert akkor kicsi az esélye, hogy pont a hubot rontjuk el. Ha viszont a hub nem romlik el, tehát a csomópont nem romlik el, akkor nagyon jól működik a hálózat, mert akkor épp a hub teszi őt robusztossá. Ez az egyik ilyen. Manapság sokat kezdünk érteni a bolygón. Ilyen hálózat, ezt gondolom mondjuk az emberek, hogy milyen ilyen hábos hálózat van még mondjuk a természet. A fehérje-fehérje hálózatok is ilyenek, tehát van egy-két nagyon fontos fehérje, ami nagyon sok interakcióban szerepel. A metabolikus hálózatokban vannak olyan metabolitok, amelyek sok reakció útnak a részei. A kapcsolat hálózatban vannak olyan hálózatok, amelyek tökéletes csillag alakúak. Ugye a tökéletes csillag azt jelenti, hogy egy ponthoz mindenki hozzá van kötve, de a többi pont között semmilyen kapcsolat nincs. Tehát a tökéletes ilyen csillag. Ez a maximálisan centralizált hálózat, amikor van egy Ropalidia marginata nevű trópusi papírdarázsfaj, és ott, amikor új királynőt választanak, ott választják a királynőt, az egy ilyen, ugye a demokrácia meg a királyság között van félúton, tehát választják a királynőt. Amikor új királynőt választanak, az új királynő az egy tökéletesen csillag alakú hálózat közepébe kerül, tehát ő mindenkivel személyesen kapcsolatot tart, de a többi egyet között nincs kapcsolat. És amikor már megszilárdul, stabilizálódik az ő királynői pozíciója, akkor szépen kijöhet ebből a csillagból, a hálózat szélén is lehet, vagy akár izolált is lehet. Tehát amikor már működik a kolónia, és ő mindenkinek személyesen megtanította, hogy én vagyok az új királynő, akkor ő hagyja őket dolgozni, és persze kommunikálnak, de akkor már csak feromonokkal. Tehát akkor nincsenek ezek a személyes erős kapcsolatok, nincs az, hogy valakit nyakon harap, meg lábon rúg, hanem kilép a hálózatból, és hagyja, hogy dolgozzanak. Tehát ez az egyik legizgalmasabb példa arra, amikor teljesen szélsőséges szerkezete lehet egy hálózatnak. Tehát ez tényleg ez a tökéletes csillag, a centralitási index az 1, ez 0-tól 1-ig terjed, tehát ennek 1 a centralitása. Más ilyen példák akkor vannak, amire az ember nem gondolni, hasonlóság. Nagyon izgalmas téma az, hogy az indirekt, hogyha van egy láncunk, mondjuk ABCD, akkor tehát A6 B-re, B6 C-re, C6 D-re, akkor itt a két lépéses kapcsolatokról mit gondolhatunk? Tehát mondjuk A közvetlenül nem hat C-re, csak B-n keresztül, akkor az AC hatás az milyen lesz? Azáltal, hogy a B továbbadja C-nek, ez erősödni fog, gyengülni fog, teljesen additív lesz, vagy nem lesz additív. Ezek nagyon izgalmas kérdések. Itt már nem tudok ilyen univerzális dolgot mondani, de ilyen ABC indirekt hatások vannak molekuláris hálózatoknál, van a szignáltranszdukcióban, ezek fontosak. Egy táplálékhálózatban, tehát ugye növényevő ragadozó. Itt már inkább különbségek vannak, hogyha ezeket nézzük. Tehát érdemes azt mindig valahogy kategorizálni, hogy mely típusú láncok azok, amelyek inkább erősítenek egy hatást, inkább gyengítenek, teljesen additív módon, mert semmi különös.
De egyszerre több területen kutatják ezeket. Tehát ez izgalmas. Ugye a molekuláris hálózatok, ezt feed-forward loopnak hívják, amikor ráadásul meg is lehet a B-t kerülni esetleg. Tehát hatok a B-re, ő hat a C-re, de az A is tud a C-re hatni. Tehát van ilyen bypass. Ezt ők feed-forward loopnak hívják, az ökológusok trofikus kaszkádnak. Tehát mindenhol megvan a maga nevezéktana, a maga története. Igazából robbanásszerűen fejlődik a hálózatkutatás, ha csak a biológiát nézzük akkor is. És nagy szükség lenne valakire, aki elég bátor ahhoz, hogy leüljön, és semmi újat ne csináljon, hanem áttekintse ezt az egészet. Tehát egy nagyon jó review-ra, akár egy könyvre, aki tényleg belemegy a részletekbe, és tényleg összeszedi ezt az összes módszert, amit eddig kitaláltak, mindegyiknek a tanulságait. Ez egy 7-8 ezer oldalas könyvbe belefér simán, tehát ez, ha valaki nagyon bátor, akkor ennek érdemes neki esni, mert gombamódra szaporodnak a cikkek, és nagyon nehéz áttekinteni. Nagyon nehéz áttekinteni. Az a hatás is érvényesül, hogy bizonyos szakterületek nem olvassák el a másik szakterület irodalmát. Tehát nagyon sok olyan módszer van például, amit függetlenül 4-szer vagy 5-szer felfedeztek, és adnak egy nevet neki, aztán valaki látja, hogy ez tök ugyanaz, csak az egyiket a szociológusok csinálták, a másikat a biológusok. Tehát nagy szükség lenne egy ilyen módszertani ilyen megtisztulásra, pruningra, hogy kicsit a fölöslegesen spanyol viaszként felfedezett dolgokat örökre kizárjuk. Kicsit a nevezéktant lehetne egységesíteni. Itt megint az van, hogy aki specialista és csak a saját területével törődik, azt ez nem zavarja, az nem is tudja, hogy mások mit csinálnak. Aki megpróbálja ezeket áttekinteni, annak idegesítő, hogy tök ugyanazt a dolgot kétféleképpen hívják. És mondjuk az egyiket a 60-as években írta le egy szociológus, másikat a 80-as években egy ökológus, harmadikat mondjuk a 2000-es években egy rendszerbiológus, egy molekulár, mondjuk egy rákkutató, és közben ugyanaz, ilyenek vannak. Akkor gondolom, ez pont azt mutatja, hogy akkor valamilyen területek nagyon hasonlóan tudnak fordulni különböző területekben, és akkor hogy például a darázsos példa is mutatta, akkor van, mondjuk az állatoknál, hogy felépül egy rendszer, az nagyon hasonló, mint az embereknél is, hogy az üzleti életben tud fordulni. Így van. Éppen nem sokára tartok majd egy előadást a céges ökoszisztémákról, ahol megint ez a kérdés, hogy ugye a természetben mit látunk, mit tudunk a természetből tanulni, mi az, amit esetleg használni lehet tényleg egy az egyben, amit a természetben látunk, és mi az, amit egy az egyben nem lehet használni, de nagyon jó inspirációt ad. Ugye a mérnökök mindig rengeteget tanultak a természetből, például a tépőzár elve az ugyanaz, ahogy a gekkók talpának is szőröcskék segítik, hogy a üvegen feje lefelé tudjon menni, meg a helikopter olyan, mint a kolibri. Tehát vannak ezek nem mindig ilyen naív példák, néha ezeket tényleg nagyon, nagyon szorosan követik a természetes megoldások, és tök jó dolgok jönnek ki. De ezek általában ilyen struktúrák. Tehát mondjuk egy tépőzár, meg a szőrök. Most viszont egyre nagyobb az érdeklődés afelé, hogy ilyen szerveződési elveket, meg szabályozási elveket tanuljunk a természetből. Tehát érdemes-e központosítani egy rendszert, vagy érdemes modulárisan hagyni, hogy legyenek kisebb modulok benne, vagy érdemes esetleg úgy központosítani, hogy egy ilyen vetésforgószerűen leváltjuk mindig a vezetőket. És akkor itt már rengeteg inspiráció jöhet abból, hogy hogyan működik egy mormota csapat, hogy működnek a darazsak, hogy működik egy erdei ökoszisztéma. És hogy működik egy mormota csapat például? Hát például a mormota csapatnál az, hogy a hálózat milyen szerkezetű, attól nagyon függ az, hogy milyen eséllyel kapja el őket a ragadozó. Mondjuk a prédifarkas vagy a ragadozó madarak. Tehát ott a hálózat szerkezete korrelál azzal, hogy a predáció milyen hatékony velük szemben. Tehát, hogyha van egy jó kommunikációs hálózatuk, elég jól össze vannak kötve, nincsenek ilyen izolált kis modulok, nincsenek izolált egyedek, akkor ők sokkal ügyesebben tudják egymást figyelmeztetni, sokkal gyorsabban elbújnak a föld alá, hogyha jön a ragadozó. Ha béna a hálózat, akkor sokkal könnyebb dolga van a ragadozónak. Akkor egyszerűen nem tudnak elég jól szólni egymásnak. Ma már ezek mérhető dolgok. Lehet, hogy mondjuk a 30-as, 40-es években is átfutott ez valakinek a fején, de nem volt adata, nem volt rá módszere, nem voltak hálózatelemző módszerek még akkor olyanok. Nem tudta megnézni. Ez legfeljebb egy ötlet lehetett. De most ezeket számolni lehet, mérni lehet, statisztikát lehet csinálni, esetleg modellezni lehet, szimulálni lehet, tehát tényleg rengeteg olyan dolgot tudunk már, hogy mik azok az elvek, amelyek, és nyilván egy mormota nem ugyanaz, mint egy molekula, meg egy ember, de az, hogy egy hálózat mennyire legyen mondjuk moduláris felépítésű, vagy nem, ebből hasonló fajta viselkedések kijöhetnek, és ki is jönnek. És a természetben erre melyik a jó példa, amikor moduláris és jól működik, és centralizált és jól működik? Jó kérdés. Hagyj kezdjem onnan, hogy mondjuk hasonlítsunk össze egy hadsereget, meg a titkos szolgálatot. Ugye a hadsereg az egy
az egy hierarchia, az egy merev hierarchia. Ott nincs kérdés. Tehát amit mondanak, azt megcsinálod. És valóban, amikor háborúzni kell, akkor a gyors döntéseket fegyelmezetten végre kell hajtani. Tehát ott nincs szükség arra, hogy két katona beszélgessen egymással, ott a főnök megmondja, hogy mit kell csinálni. A tiszt, kész. Egy titkos szolgálatnál információt kell integrálni. Tehát ott mindenféle dolog számíthat, mindenféle dolog hasznos lehet, egymással beszélnie kell különböző embereknek, vagy ha éppen egy terrorista hálózat, akkor sejteknek, vagy sejkeknek. Tehát egy, ott egy demokratikus hálózat arra jó, hogy az információt integráljuk, ott nem kell annyira sietni, nem feltétlenül parancsokat kell létrehozni, ott információt kell integrálni. Na most akkor milyen a hálózat? Ha egy hálózat úgy működik, hogy gyorsan kell, hogy reagáljon valamire, akkor jobb, hogyha inkább hierarchikus, és nincsenek ilyen keresztkapcsolatok, mert csak bezavar. Mondjuk egy szignáltranszukciós hálózat, ahol a sejthártyától a sejtmagig megy az információ, az nagyon sokszor nagyon rövid, és bizonyos esetekben soros szerveződésű. Máskor viszont, amikor olyan fajta sejtfunkció van, ahol nagyon sok információ kell, hogy számítson, akkor sokkal több a keresztkapcsolat, akkor sokkal hálózatosabb, sokkal párhuzamosabb az egész. Tehát igazából én azt mondom erre, hogy az igazán sikeres hálózatok, azok képesek arra is, hogy hierarchikusak legyenek, képesek arra is, hogy ilyen nagyon demokratikus, tehát homogének legyenek. Az igazán jó hálózat az tudja a körülményekhez idomítani a szerkezetét. Tehát a hálózat szereplői, legyenek ezek emberek, vagy állatok, vagy bármi, ők képesek arra, hogy a körülményeknek megfelelően váltsanak, és a hálózat át tudjon struktúrálódni, és erre az egyik legjobb példa az Al-Qaida hálózat, amit ugyan nem ismerünk úgy, ahogy szeretnénk, de azért vannak adatok, és az Al-Qaidáról írtak egy cikket 2002-ben egy Krebs nevű ember, azt hiszem szlovén, de nem biztos, és ő pontosan azt találta, hogy az Al-Qaida hálózat, ahol ugye a hálózat pontjai azok terrorista sejtek, és a kapcsolat köztük mondjuk egy telefonhívás, vagy egy beszélgetés, az egy nagyon-nagyon hosszú hálózat, olyan, mint egy ilyen banán. A két vége között nagyon nagy a távolság, tehát a hálózat átlagos távolsága az 6-7, ami nagyon nagynak számít, tehát egy hosszú elnyújtott hálózat, és azt vették észre, hogy mielőtt ők csinálnak valami disznóságot, a hálózat két végét kötik össze, tehát rövidre a banán két végét összenyomják, az a két ember egymással beszél, valami történik, és aztán ők többet nem beszélnek egymással, tehát visszamegy ilyen banán alakúvá a hálózat. Ez azt jelenti, hogy a büdös életben nincs az a titkos szolgálati szakértő, vagy rendőr, vagy bárki, aki rájönne arra, hogy ki kivel fog beszélni, hiszen a legtávolabbiak lesznek hirtelen összekötve, majd elengedik egymást. Tehát a hálózat szerkezete nagyon karakterisztikus, de abszolút nem segít arra rájönni, hogy ki kivel fog beszélgetni. Hogy ez mennyire tudatos vagy nem, azt nem tudom, mert ezt úgy gut feeling alapján is az ember érezné, hogy ez egy tök jó módszer, hogy lerázzuk azt, aki figyelmünket, nem? Tehát nyilván, hogyha én valami rosszban sentikálok, akkor nem a legjobb barátaimmal, meg a szomszédommal, meg a családommal beszélgetek, hanem egy bizonyos valakivel engem majd összekötnek, aki esetleg messze lakik, alig ismerem, közöm nincs hozzá, de ő fogja odaadni a kódot a robbanó fejhez, vagy mit tudom én. Ezt ők tudatosan csinálják, és a hálózat nyelvén ez így írható le, hogy egy olyan hálózat, aminek nagyon nagy az átlagos távolsága, átalakul egy olyanná, amiben nagyon kicsi az átlagos távolság, és aztán visszaalakul. És Scotland Yard szakértő legyen a talpán, aki ezt így előre megmondja, vagy akár utólag megérti. Az se könnyű. És ugyanígy akkor kérdésként felmerül bennem, hogy régen elvég az ókor Rómában is, amikor elvileg béke volt és rend volt, akkor demokrácia volt, és amikor meg hirtelen kellett ugye döntés hozni, akkor hirtelen diktátort választottak. Hogy akkor ez is ez van köze? Szerintem abszolút. Tehát ez egy ugye mindig hasznos ezekre úgy gondolni, hogy először a hálózatok nyelvén, aztán a hálózatoktól függetlenül. Tehát a hálózatok nyelvén ezt most már értjük, de hálózatokat teljesen elfelejtve is ez egy érthető dolog. Tehát amikor akár otthon egy családi vacsorában, amikor beszélgetünk, hogy mi volt az iskolában, ott mindenki mindenkivel beszél. De amikor ég a ház, akkor a családfő megmondja, hogy te most kiugrasz az ablakon, te kirohansz, te hívod a mentőt. Tehát kell valaki, aki a közösséget irányítja, és vészhelyzetben gyorsan és hatékonyan kell lépni. Ott nincs helye semminek, tehát egy hierarchikus hálózatra van szükség. Amikor beszélgetünk, és megbeszéljük, hogy karácsonykor ki mit főz, akkor ez egy nagyon izgalmas beszélgetés minden évben, akkor ott mindenki elmondhatja a véleményét, mindenki mindenkivel beszélhet, az nem egy hierarchia. Az egy olyan hálózat, mint mondjuk a matekfüzet, ahol mindenkinek van 6 szomszédja.
vagy mennyi? 4. Tehát igazából itt arról van szó, hogy a hálózatok nyelvén, ha leírjuk azt, amit egyébként úgy is tudunk, akkor sokkal tudatosabban, akkor mérhető lesz, számokkal kifejezhető, sokkal tudatosabb lehet, esetleg tervezhetőbb lehet, prediktívebb lehet. Tehát a hálózat elemzés nem feltétlenül vezet óriási felfedezésekre sok esetben, csak számszerűsíti azt, amit esetleg már tudunk, segít kvantitatíven leírni azt, amit esetleg sejtünk, kicsit rendszerezi az ember tudását, kicsit rendszerezi, meg segít abban, hogy kicsit tudatosabban gondolkozzon potenciális hatásokon, ami esetleg nem jutna eszébe. Tehát én azt gondolom, hogy egy nagyon hasznos dolog, de sokszor nem mondja ki a végszót a hálózatelemzés, hanem inkább javasol valamit, egy potenciális kapcsolatot két pont között, amit utána ellenőrizni kell. Tehát mondjuk egy molekuláris biológusnak én nem mondanám azt, hogy én megmondom neki, hogy mi történik a hálózatban. Azt mondom, hogy kiszámolok egy potenciális kapcsolatot két fehérje között, menjen be a laborba, és nézem meg, hogy tényleg úgy van-e. Tehát inkább nagyon jó ötleteket tud generálni a hálózatelemzés sokszor. Viszont ebből akkor az is következik, hogy ameddig ilyen demokratikusan működik a rendszer, addig viszonylag stabil ilyen külső hatások ellen, amikor diktatórikussá válik, akkor úgymond habosodik, és akkor, ha hab az jó, akkor minden jó, ha hab az rossz, akkor minden el van igazából rontva. Hát nem véletlen, hogy a csatában a királyt kell megölni, nem a zászlóst. Persze, így van. Tehát, hogyha kiszeded a hierarchia tetejét, akkor megnyerted a csatát, akkor tiéd az egész. Ha kilövöd a hierarchia alját, az senki észre se veszi. Pontosan. Ez pontosan így van. És egy ilyen hub választást, ezt hogyan szoktak például a természetben általában megtenni? Vagy hogyan választák ki, hogy ki legyen mondjuk a királynő? Na ez érdekes. Most elmondom ezeket a darazsakat, de ez nem biztos, hogy ez egy tipikus példa. Tehát nem biztos, hogy a természet mindig így működik, de ennél a darázs fajnál ez egy nagyon specifikus darázs, mert őnáluk ugye vannak kasztok, de ugyanúgy néz ki minden egyed. Tehát a királynő, a dolgozó, a katona mind ugyanúgy néz ki. Tehát ezt úgy szokták mondani, hogy morfológiai kaszdifferenciáció nincs, csak viselkedésbeli. Tehát a viselkedésük alapján kasztokba sorolhatók, de pont úgy néznek ki. Ez azt jelenti, hogy ha meghal a királynő, ez a faj, ez pontosan 24 óra alatt új királynőt választ. És ez egy nagy kérdés volt, hogy ki lesz az új királynő, és mielőtt meghal a régi, ők már tudják-e, hogy ki lesz az új, vagy ez akkor derül ki. Hát ezt így nem tudom most megválaszolni, de azt meg tudom mondani, hogy csináltunk hálózatelemzést, és találtunk olyan hálózati indexet, egy bizonyos centralitási indexet, ami alapján mindig meg tudjuk mondani a következő királynőt úgy, hogy a top 10%-ba berakjuk őt. Tehát hogy mondjam, hogy ha van 30 egyed egy csoportban, mondjuk ezek ilyen kis kolóniák, akkor egy bizonyos index alapján mindig az első háromba kerül az új királynő. Tehát elég jól megsatszolja, hogy ki lehet az új királynő, és ez az index ez azt figyeli, hogy kinek hány szomszédja van, és azoknak hány szomszédjuk van. Tehát az indirekt kapcsolatok is számítanak, és akkor ennek az az üzenete, hogy mindenképpen valahogyan az lesz az új királynő, aki a hálózatban egy centrális helyet foglal el. Nem tudjuk halálpontosan, ugye ez biológia, tehát itt soha nem akarsz halálpontosan megmondani. Tehát, hogyha te 30-ból megmondasz 3-at, és biztos, hogy közte lesz, az nagyon jó. Ennél nem akar jobbat egy biológus soha. Tehát ez a bizonyos ilyen indirekt hatásokat figyelő index, ez mindig a top 10%-ba berakja a királynőt. Az, hogy mikor tudják, azt még nem tudjuk. Tehát ahhoz még kísérletezgetni kéne. Amit itt még meg lehetett figyelni ezeknél, hogy ha semmi baja nincs a királynőnek, csak éppen egy ragadozó megjelenik, ezek a lódarazsak a kedvenc ragadozóik, pontosabban a legjobban félt ragadozóik, ha lódarázs megjelenik, akkor is nagyon centrális lesz a hálózat. Tehát akkor megint az van, hogy a királynő az akkor nem csak feromonokkal kommunikál, hanem fizikailag keményen oda szól embereknek, hogy mozogj el, csináljad, segítsél, harcolj, stb. Stb. Tehát az is egy olyan krízis helyzet, amire azonnal reagál a hálózat, és az egész közösség máshogy fog dolgozni, mert a királynő beáll megint középre, centrális lesz a hálózat, de egy perc alatt, tehát amint megjön a lódarázs, beáll középre, és egyenként mondja mindenkinek, hogy mit csináljon. És akkor itt jön az a kérdés, hogy hogy néz ki mondjuk a mormotáknak, vagy a darazsaknak a hálózata. Az, hogy hogy néz ki a hálózat, nem attól függ, hogy mormota vagy darázs, hanem attól, hogy az adott körülmények között az a közösség, az hogy kell, hogy működjön, és a hálózat úgy fog beállni, ahogy működni kell. Tehát az, hogy demokratikus vagy hierarchikus, az nem a fajtól függ. És nem is attól függ, hogy molekuláris hálózat vagy ökológiai hálózat. Attól függ, hogy az a rendszer az milyen működést csinál, és egy ügyes rendszer az olyan kapcsolathálózatot alakít ki, hogy az a működés a legjobban menjen végbe. Tehát a új királynőt választani,
meg ragadozók ellen védekezni, mind a kettőhöz hierarchia kell, akkor mind a kettőben hierarchiát csinálnak, és kész. És akkor ez megfigyelt, mondjuk a farkasoktól kezdve más egyéb fajoknál is, vagy valami hasonló fajta választás? Igen, ugye itt van az, hogy szó szerint ahány faj, annyiféle hálózat, és annyiféle kis részlet, de hogyha nagyon általánosan beszélünk, akkor igen. Igen. Tehát ott is hogyha egy farkasfalkából az alfa hímet kilőjük, vagy egy tetszőleges egyedet lövünk ki, teljesen máshogy fog viselkedni. Ugye vadászatnál az alfa hím megy elől, amikor új alvóhelyet kell keresni, és vezetni kell a csapatot, akkor az alfa hím megy elől. Amikor nyugi van, és béke van, és leülnek, akkor ott mindenki mindenkivel játszhat. Tehát ugye akkor például a nőstények szerepe fölértékelődik, tehát akkor a nőstények játszanak a fiatalokkal, a hímek esetleg csak így ücsörögnek, tehát ha mondjuk ilyen félórás időablakokat nézünk, akkor a harcban, abban a fél órában szinte csak a hímek alkotják a hálózatot, a nőstényeknek nincs esetleg különböző szerepük. Ha meg éppen letanyáznak és játszanak, akkor abban a fél órás ablakban lehet, hogy a hímek lesznek izolált pontok, és a nőstények nyalogatják egymást, meg játszanak a gyerekekkel. Tehát egy hihetetlenül dinamikus egy hálózat szerkezete. És hát persze, miért lenne ez kőbevésve? Tehát az, hogy én nekem milyen öt barátommal beszéltem a múlt héten, vagy kivel beszélek karácsonykor, az más. Karácsonykor többet beszélek a rokonokkal, most többet beszélek a kollégákkal. Ha meg, mit tudom én, meccsre megyek, akkor azokkal, akikkel meccsre járok. Tehát nyilván az embernek a saját kapcsolathálózata is nagyon dinamikus. És ez egy örök kérdés, hogy mekkora akkor az időablak, amit nézzünk. Tehát leírjunk egy hálózatot 5 percnyi adat alapján, vagy egy napnyi adat alapján, vagy egy hónap alapján, vagy egy év alapján. Erre nincs válasz, ez csak egy kérdés. Ez a kérdés, amire nincs válasz. Meg kell próbálni így és úgy, és előbb-utóbb kirajzolódik, hogy ennek a hálózatnak a karakterisztikus szerkezete az milyen időablakban írható le. Mi az, ami túl rövid, mi az, ami túl hosszú. Jól látom itt is az összefüggést, hogy az emberiségnél is igazából, amikor ugye nagyon sok volt a háború, akkor sokkal diktatúrikusabb királyválasztásos rendszerek voltak inkább. Amikor meg demokratikusabb, akkor meg ugye a külső környezet is akkor vele együtt változik. Tehát itt is, hogyha a külső környezet lehetővé teszi, akkor sokkal békésebb. Amikor egyre vadabb, akkor igazából itt is máshogy működik az emberi hálózatok is. Abszolút. Még azt tegyük hozzá, hogy itt nagyon függ attól is, hogy mekkora egy csoport. Tehát amikor nő egy csoport mérete, és ugye ma az emberi csoportok azok már hihetetlenül sűrűk, és rengeteg ember van, minden tele nőttük ezt a bolygót. Tehát amikor nő egy csoport mérete, tehát mondjuk egy 30 fős ilyen vadászó gyűjtögető csoporttól eljutunk egy 26 milliós megapoliszig, mondjuk Mexikóvárosig, akkor ez nagyon nagy hatással van a hálózatok szerkezetére. Előbb-utóbb egy csoport, ha már nagyon nagy, akkor földarabolódik ilyen kis klikkekre. És ez a csoportnak egy nagyon nagy stabilitást ad. Tehát nem véletlen, hogy a sportok, mondjuk jelesül a foci, vagy a kriket, vagy a kosárlabda, ezek nagyon alkalmasak arra, hogy ilyen egészséges csoportokat hozzanak létre. És ezt is egyébként mormotáknál is meg lehet figyelni, hogyha te a pozitív és negatív kapcsolatokat nézed egy hálózatban, és külön megnézed a pozitív kapcsolatok hálózatát, és külön a negatívokét, akkor nagyon sokszor azt látod, mondom, ember, mormota, darázs, mindegyikre, hogy a pozitív kapcsolatok alapján ilyen klikkek jönnek létre, ilyen baráti körök, és a negatív kapcsolatok nagyon nagy része az a klikkek között van. Tehát ugye mondjuk, mit tudom én, Róma drukkerek, Milán drukkerek, ők szeretik egymást, csak egymást utálják. Hát ez is teljesen triviális, de ez gyönyörűen leírható a hálózatok nyelvén, illetve főemlősökre, tehát mindenféle ilyen majmokra is leírták azt, hogy ahogy nő a csoport méret, előbb-utóbb megjelennek ezek a klikkek. És hogy ennek mi az oka? Valószínűleg sok oka van, de az biztos, hogy egy fontos ok, hogy egy nagyon nagy csoport az ki van téve a járványos betegségeknek, a fertőzéseknek, és egy nagyon nagy csoportban nagyon kockázatos már lakni, de hogyha klikkekre osztjuk, akkor ott a járványok azok lehet, hogy könnyebben izolálhatóak, és lokalizálhatók, és megfoghatóak. Tehát, hogyha van nekem mondjuk 30 majmom, akkor ott mindenkinek lehet a barátja. Hogyha 200 majmom van, akkor jó, hogyha azok 30-as csoportokban vannak. Ha egy beteg lesz, akkor esetleg néhány barátja neki is beteg lesz, de nehezebben ugrik el, nehezebben terjed a járvány, hogyha moduláris egy csoport szerkezete. Embernél pedig talán ott is lehetnek ennek járványügyi okai, de szerintem ott sokkal inkább az, hogy az agressziót és a konfliktust azt valahogy így kicsit kanalizálja. Tehát ne az legyen, hogy mindenki mindenkit utál, hanem az, hogy van 50 barátunk és 50 ellenségünk, és akkor egymást lehet utálni. Ez sokkal egészségesebb. Ha ugye
Akit érdekelnek ilyenek, annak biztos beugrik a India és Pakisztán közötti kriket politika, amikor nagyon erős volt a konfliktus, és kitalálták, hogy akkor mostantól azt hiszem 2-3 havonta le fog ülni a két ország, és kriket meccset játszanak. És mérhetően csökkent a társadalmi feszültség. Egyszerűen az emberek kiélték az utálatukat a kriket pályán, a kriket meccsen, a kriket stadionban. Tehát India és Pakisztán játszott. Volt egy győztes, meg egy vesztes, de ez még mindig sokkal jobb volt, mint hogyha nincs kriket, és egyszerűen csak utálják egymást. Tehát a kriket politika az egy híres dolog, híres példa erre. Tehát akkor, hogyha vannak ilyen csoportok, akkor ezt mindenképpen érdemes is úgymond legalább ilyen játékos módon kiélni, és akkor ez most stabilizálja a társadalmat? Abszolút. Ugye tudjuk, hogy ugye a foci az generál erőszakot. Generál egy valamennyi erőszakot. Ez a negatív oldalon van, de sokkal több erőszakot elfolyt ezáltal. Tehát összességében nagyon jó. Úgyhogy például Washingtonban, a Department of Homeland Security-ben ott ez egy téma, hogy hogyan lehetne a kritikus arab országokban népszerűsíteni a csapatsportokat, mert ez nagyon sok társadalmi konfliktust ilyen csatornaszerűen elnyel. Tehát ez egy téma, hogy Afganisztán az afgánokkal megszeretetni a focit, mert azt állítják a szociológusok, a szociálpszichológusok, a politológusok, hogy ez mérhetően csökkenteni a konfliktust. És gondolj, de egyébként Európában is gondolj bele, hogy egy melós vagy, aki minden nap robotol reggeltől estig, elege van már az életből, meg tele a hócipője mindennel, de hogyha minden szombaton meccs van, akkor ő már szerdán azt várja, a meccsen kiüvölti magát, nem biztos, hogy nyomdafestéket tűr az egész, amit mond, és utána relaxál, és akkor szerdáig le van szedálva, és akkor szerdától megint lehet gerjedni szombatig, akkor szombaton meccs, akkor megint szerdáig nyugi van. Tehát az embernek teljesen természetes, hogy van bennünk agresszió, és vannak bennünk negatív gondolatok, és szeretjük, hogyha van egy ellenségünk. Az ellenség képre ugye lehet építeni politikai kampányokat, és ezt nagyon szeretjük. És a foci az ad neked egy mesterséges ellenséget, akit lehet utálni 90 percig, és utána nyugi van. Ha ezt nem adja meg neked a foci, vagy bármilyen csapatsport, akkor mondjuk az asszonyt vered meg otthon, ami nem biztos, hogy jó megoldás. Tehát a családon belüli erőszakra is hathat az, hogyha egészséges keretek között egy stadionban kitombolja magát 50 ezer részeg férfi. Hát ez egy jó dolog. Utána betörnek 5 kirakatot, de ez sokkal jobb, hogy 5 kirakatot betörni, mint 50 ezer feleséget megverni minden nap. Tehát összességében jól járunk ezzel. Ezeknek a csoportoknak általában mekkora szokott lenni a mérete? Ez nagyon jó kérdés. Hát ez viszont már nagyon függ a fajtól. Tehát egy gorilla csapat, egy makákó csapat, egy emberi csapat, egy mormota csoport, ez már attól függ. Ez attól függ. Ugye például a halak el vannak több ezer fős halrajokban, és semmi bajuk egymással, mondjuk a szardéniák. Tehát őnáluk ott ez nem okoz gondot. Ha ugyanennyi kutyát összeraksz, azok széttépik egymást. Ugye? Egy halrajban a szardéniák el vannak. Ez nagyon fajtól függ. Ugye az állatok különböznek abban például, hogy mennyire bírják mennyi a kritikus tér, amit maguk körül akarnak látni, tehát mennyire engedik közel a fajtásokat. Ugye azt mindenki tudja, hogy a birkákat össze lehet nyomni lényegében, tehát ők így test-test kontaktusban vannak, és semmi bajuk. A tehenekkel ezt nem lehet megcsinálni. A teheneknek sokkal nagyobb az egyéni tér, amit igényelnek, tehát teheneket nem látsz úgy összeterelve, mint birkákat. Ez egy nagyon triviális dolog, de ez azért van, mert a tehén, tehát a szarvasmarha, mint faj, ő nem bírja azt a fajta minimális teret maga körül elviselni, hogy hozzáér a másik. Egy birkának ez nem gond. Ezek fontos dolgok, amikor mondjuk emberekre gondolunk. Tehát most van ugye 8 milliárd ember a Földön, nem sokára. Iszonyatos népsűrűségű városokban élünk. És akkor arról beszélünk, hogy mennyi erőszak van a világban. Hát persze. Hát hol ne lenne? Hát persze, hogy van. Tehát senki nem szereti, hogyha mit tudom én, egy ilyen hongkongi lakótelepen él, és a személyes tere az mondjuk 2 négyzetméter. Ugye vannak ott ilyen fecskefészekszerű lakások, hogy szinte bebújsz, és nem tudsz megfordulni, és az az élettered. Persze, hogy van agresszió, és akkor azt valahogy kitöltöd. És akkor, ha nincs foci meccs, akkor megversz valakit az utcán. Tehát körülbelül ennyi. És akkor ezeket a tereket jól lehet akár definiálni, és hogy melyik fajnak körül, mekkora az a minimális tér, amire szüksége van, hogy jól tudjon élni? Abszolút, illetve még az embernél is azt mondanám, hogy kultúra függő, és bizonyos kultúrkörökben esetleg más. Tehát azt a fajta tömeget, amit mondjuk ami egy tajvani metró megállóban normális, azt mondjuk Svájcban nem viseli el senki. Mondjuk a Zürichi Hauptbahnhofon, ott az erős lenne. Tehát teljesen más, hogy szocializálódunk, miben növünk föl.
ami nekünk esetleg, mert tömeg, az nekik semmi. De volt egyszer itt egy indiai kollégám, a Moszkva téren átmentünk, és azt mondta, hogy ő kezd félni attól, hogy nem lát embereket maga körül, hogy itt nincsenek emberek az utcán. Mondom, hogy ne hülyeskedj, mert most tömeg van, ez a Moszkva tér, itt tömeg van. Mondta, hogy ez semmi. Tehát semmi, nincsenek ember, üres ez a város. De az ő mércéi szerint a tömeges Moszkva tér az semmi. És akár ebbe is lehet egy olyan, hogy effektív hozzá tud szokni az ember, akár, mert olvastam egy olyan ilyen cikket, amiben azt mondták, hogy általában az emberek nem azt veszik észre, hogyha nagyon meleg vagy nagyon hideg van, hanem azt, hogyha egyszerre van nagyon meleg vagy nagyon hideg, azt észreveszik, és az, hogy folyamatosan csak szépen lassan változik, azt nem igazán veszik észre. Tehát itt is, hogyha igazából folyamatosan még szűkül a tér, azt lehet, hogy nem veszi észre, viszont ha csak hirtelen akarnám szűkíteni a teret, azt venni észre. Igen, ez valószínűleg így van, csak a kérdés megint az, hogy mennyi, ez a hirtelen, ez mit jelent, ugye? Tehát, hogyha én azt gondolom, hogy ha mondjuk én holnap kiköltöznék Bombaybe, akkor első nap azért úgy érezném, hogy itt most kicsit sokan vagyunk. Lehet, hogy mondjuk egy-két hónapot, ha eltöltenék, akkor az természetes lenne. De lehet, hogy van, akinek ez egy-két hét, vagy egy-két nap. Egyébként én elég jól alkalmazkodok ilyen új környezetekhez, de el tudom képzelni, hogy valaki 20 évig ott él, és még mindig úgy érzi, hogy tömeg van. Én mondjuk 2 nap alatt megszokom. Mások vagyunk ilyen szempontból. És ide kéne egy szociálpszichológus, aki megfejti, hogy mitől vagyunk mások, tehát gyerekkorunkban miért ért minket, hogy hány barátunk. Ugye vannak introvertált, extrovertált emberek. Nyilván egy introvertált embernek az egy sok, amikor őt ledobod ejtőernyővel Bombay közepén, tehát ott belehal abba. De egy extrovertált meg lehet, hogy élvezi. Egyik interjúban említetted, hogy nagyon szeretted Conrad Lorenzt, David Attenborough és Gerald Darrellnek is a könyveit, és a Balaton felvidéki szülvegyeken is próbáltál hasonlóan csinálni sok dolgot, mint Gerald Darrell, hogy ezt úgy kell elképzelni, mint a Családom és egyéb állatfajták című regényben, vagy... Igyekeztem pont úgy csinálni, csak ugye nem olajfa ültetvények között voltam, de igen, tehát volt egy Balaton felvidéki szőlő, ahol nyáron eltöltöttem mondjuk 1,5-2 hónapot, meg még rengeteg hétvégét, tehát összességében egy évben biztos ott voltam mondjuk 60 napig, és hát főleg ugye ez nyárra érvényes, akkor nem kell fűrészelni, meg fűteni, hogy így csatangoltam a szőlőhegyen. Tehát voltak ismerősök, akikhez, ha bementem, akkor kaptam egy málnaszörpöt, akkor valakinek leszettem a málnáját, akkor találtam, akkor hajkuráztam egy gyíkot, akkor egy kutyának a lábnyomát kiöntöttem gipszből, tehát tényleg ott az Amatőr Természet Bover című nagy könyv, ami akkor egy elképesztően igényes, szép könyv volt, az folyamatosan nyitva volt a szobámban, és akkor minden nap valahova odalapoztam, és akkor ami ott volt, azt megpróbáltam megcsinálni. És akkor megkerestem a... Ugye nyilván az nem Magyarországon íródott, tehát másfajta lepkék vannak abban, mint amiket én láttam, másfajta csigák vannak, de megpróbáltam én is így ugyanezeket a dolgokat végigcsinálni, ezt nagyon élveztem, mert sokszor semmi nem sikerült. Tehát mondjuk gipszből kijönteni egy kutya lábnyomot, az egyszerűnek tűnik, de állandóan elbénáztam, eltörött, szétfolyt, mindegy, teljesen mindegy, attól még ugyanúgy élvezi az ember ezeket a dolgokat, és sose volt kutyám, de ott a szomszéd kutyákkal jó viszonyban voltam, és akkor elmentem az erdőbe, akkor eljöttek velem, volt 2 kutya, akik eljöttek velem, akkor elmentünk, több órát csatangoltunk az erdőben, elmentem szedret szedni, tehát igen, ez egy ilyen paradicsomi állapot volt, Tapolcai medence széle, tehát az ilyen gyönyörű vidék, paradicsomi állapotok, és akkor miközben épült a ház, meg mindenki betonozott, én így jártam kutyákkal az erdőt, meg gyíkokat hajkuráztam. És szerintem is ez a három ember zseniális, hogy aki még Gerald Darrellről nem hallott, neki mit tudnál például mondani, vagy ajánlani, hogy miért érdemes mondjuk az műveit olvasni? Azok az emberek, akik nem olvasnak Darrellt, tehát ugye ez egy elképesztő, hogy vannak ilyen emberek, de tehát nagyon sokan úgy mennek kirándulni, hogy a kis dolgokat nem veszik észre, csak a nagyokat. Tehát látsz egy hegyet, látsz egy tavat, látsz egy bükköst, mint nagy erdőt, milyen gyönyörű. Ezeket minden ember látja. Tehát minden embernek szép mondjuk a Tihanyi félszigetről lenézni, és akkor látja a Balatont. Ez mindenkinek szép. Darrell az abban segít sokat, hogy a pici részleteknek is meg tud örülni. Tehát, hogyha leülsz egy tisztáson, az erdő közepén, ott tudsz úgy tölteni 3-4 órát, hogy nem unatkozol. Mert észreveszed azt, hogy az egyik virág, ha mondjuk egy virágzatot látsz magad előtt, és ha jobban megnézed, azon van 46 különböző rovar, akkor megnézed, hogy a bodobácsok hogy mászkálnak, találsz egy hangyabolyt, fölforgatsz egy kidőlt fának a kérgét, akkor alatt ott vannak az ászkák. Tehát az, hogy a pici dolgokat is észreved, az, hogy egy levelet a nap felé tartasz, és átnézel rajta, és látod az erezetét,
ezek elképesztően izgalmas, szép, klassz dolgok, és mondom, egy kirándulás nem csak arról kell, hogy szóljon, hogy látsz egy tavat, meg három hegycsúcsot, hanem ezekről a pici-pici dolgokról ez végtelen nagy örömöt ad az embernek azért, mert aztán rájössz, hogyha hazamész a kirándulásról, és otthon ülsz, akkor még a szobanövényednek a levelén is el tudsz gyönyörködni, hogy milyen klassz, mondjuk cikcakos a széle, és akkor ez milyen gyönyörű, vagy kis szőröcskék vannak rajta, vagy egyszerűen kettétéped, megmorzsolod, megszagolod a kezedet. Tehát a biológia az a jó benne, hogy nagyon sok skálán működik, tehát egy gletszer is szép tud lenni, meg egy 1 milliméteres kis rovar is szép tud lenni, egész más okokból, és egy biológus akár a szobájában is örök boldogságba tud, örök mámorba tud kerülni, ha körülveszünk hát 5 féle növényel, meg 2 állattal. Tehát akkor ezek végtelen örömet okoznak neki. A kicsi dolgokat is észre kell venni. Tehát én azt mindig borzalmasan utálok olyan emberekkel kirándulni, akikkel sosem lehet megállni. Egyfajtában menni kell, mert számolják a kilométereket, meg mérik a szintidőt. Én úgy kirándulok, hogy 3-at lépek, és leülök, és 2 órán át ott ülök. És akkor nézem, hogy milyen rovarok másznak rá a térdemre, meg hogy milyen rovarok zümmögnek körülöttem, meg milyen virágok vannak. Nekem inkább ez a természet. Persze aztán, hogyha egy hegycsúcsról lenézel, és látsz egy tavat, akkor az is gyönyörű. De nem szabad csak ilyen nagyban gondolkodni, akkor rengeteg nagyon izgalmas részletet elvesztesz, amit sose látsz. Ugye van egy kis mikroszkópom, azt is még gimnáziumban kaptam, egy ilyen szovjet mikroszkóp, még mindig ilyen zsírszaga van, nagyon nem bíztak a véletlenről, hogy ne menjen tönkre. Egy tonna gépzsírt ráöntöttek, meg a 80-as években, és azóta érezni a szagát, és akkor otthon például a virág alól veszel egy kis vizet, ilyen földes vizet, és belenézel, akkor ott nyüzsög neked a papucsállatkák, amőbák, mindent. Tehát baromi izgalmas. Kár ezeken átlépni, és csak azt nézni, hogy most 30 vagy 40 kilométert tettem meg aznap. És szerinted ilyen mentalitással például akkor az emberek nem mikroszúnyogokról is lehet, hogy más lenne a véleményük? Vagy úgymond az ilyen úgymond kártevőkről? Biztos, egészen biztos. Tehát sőt, hát hogyha valakinek nagyon jó szeme van, és meg a baktériumokat is megnézi, akkor tehát pontosan ez a gond, hogy a mikrovilágról nagyon fals képünk van. Ugye? Tehát az, hogy megnézel közelről egy hangyát, látod, hogy ott jön, megy, mit csinál a másikkal, hogy kommunikál, vagy ténylegesen, hogy a baktériumokról egy random embernek azt mondjuk, hogy baktérium, akkor az azt mondja, hogy az valami rossz dolog, amitől félni kell, mert betegségeket okoz. Hát a baktériumok döntő többsége semmi rosszat nem csinál, sőt, a beledben téged segítenek, és nélkülük lehet, hogy meghalnál. Tehát a baktériumok világa, az amőbák, különböző protisták, az algák világa, ez mind olyan, hogy nagyon keveset tudunk róla, mert nem olyan vonz. Ugye a természetfilmek még mindig arról szólnak, hogy a gepárd fut, és akkor egyre gyorsabban fut, és akkor elkap valami szerencsétlen impalát, és megeszi. Ez nekem ma könyökömön jön ki, de és ugye ez az, amiben Attenborough-tól érhetetlen, hogy a növényekről csinált olyan filmet, hogy nem lehet abba hagyni. Tehát oda láncolja az embereket a tévé elé a növényekkel kapcsolatban. Nagyon kevés olyan természetfilmes van, aki veszi a bátorságot az, hogy a növényekről forgasson, ami mindenki azonnal azt mondja, hogy ennél unalmasabb téma nincs, és közben rájössz aztán, hogy nincs ennél izgalmasabb téma. Tehát, és Darrell is ebben sokat segített, hogy a mikrovilágot is lásd, egy pici, és még mikroszkóp csak egy nagyítóval belenézel egy tócsa vizébe, mert az úgy elkezd mozogni, megelevenedik. Ezek hihetetlen dolgok. És például, aki azt gondolja, hogy a szúnyog nagyon haszontalan, annak mit tudnál mondani, hogy az miért tud hasznos lenni? Annak azt tudom mondani, hogy a természet úgy működik, hogy mindennek van pozitív és negatív oldala, tehát igenis azért a szúnyoggal kapcsolatban vannak kellemetlen érzéseink. Az egy dolog, hogy borzalmasan idegesítő, amikor döngítsél a fejed körül, meg az is, amikor megcsíp, meg az is, amikor betegségeket terjeszt, és mondjuk maláriás teszel. De hát közben csinálja a dolgát, ugyanúgy, mint az összes többi, akár veszélyes, akár nem veszélyes állat. Az, hogy ránk nézve veszélyes, az a mi magánügyünk, egyébként ő éli az életét, fantasztikusan gyönyörűen néz ki egy szúrószívó szájszerv, gyönyörű, ahogy jön, megy, gyönyörű a potrohán, a mintázatok, a szőrök, gyönyörű a szárnyerezete. Hát ő olyan, hogy ő ezt találta ki, hogy másoknak a vérét fogja szívni. Ez van. Annyi kert egyik állat se okoz, mint az ember. Úgyhogy ez egy nagy verseny, de mi nyerünk. És itt merült benne fel a kérdés, hogy kontrátról eznek, hogyha van a civilizált ember és egy 8 halálos bűne. Hogy gondoltam csak négyet kiemelni, hogy mondjuk a föld túlnépesedése az egyik, ami szerint egy ilyen fő bűn. Sokszor felmerül a kérdés, hogy akár 10 milliárd ember is meg tudja érni a bolygón, hogy te így rendszer szinten mit gondolsz, hogy azért van egy limit, vagy kéne, hogy legyen egy limit, vagy így tényleg el fogjuk akkor pusztítani a bolygót? Ez nagyon izgalmas dolog, mert rengetegen mondják, még elkötelezett, nagyon zölden gondolkodó emberek is, hogy akár 15 milliárd is elférne, stb.
Hát biztos lehet számolgatni sokféleképpen. Én azt gondolom, hogy már most bőven-bőven túl vagyunk azon, ami normális és egészséges. Tehát egészen elképesztő mértékben túlszaporodtunk. Ennek nagyon egyszerű oka van, minden élőlény erre törekszik, csak nekünk sikerült, másoknak meg nem. Tehát ugye, ha a természetben egy bármilyen állat elszaporodik, akkor három lehetőség van. Az egyik az az, hogy egy ragadozó rájuk talál és megeszi őket, mert ott van egy terített asztal. A másik az az, hogy elfogy az, amit esznek, és éhen halnak. És a harmadik az az, hogy egy parazita, akár egy vírus, egy baktérium megtalálja őket, és a populációba beleveti magát, ott lubickol és kiírtja őket. És mi ebből a háromból, amit csak lehet kiiktatunk. Tehát ugye éhénység itt-ott van, de összességében az a 8 milliárd ember azért nem éhezik, tehát van kajánk. Ragadozók nem bántanak minket. Az, hogy hány embert esz meg ragadozó egy évben, az elhanyagolható. Tehát cápa, tigris, farkas, ezeket mind összeadjuk, semmi. A betegségeket is marha jól kiiktattuk sokáig. Ugye most pont a Covid azt mutatja, hogy azért van egy rés a pajzson, tehát a világ legtermészetesebb dolga az, hogyha túlszaporodik valaki, akkor rátalálnak a paraziták, mondjuk egy Covid. Ez a legtermészetesebb szabályozó mechanizmus. A Covidot egyelőre nem tudtuk kiiktatni, átjött a pajzson, és hát még azt nem mondom, hogy nagyságrendileg nem számottevő az, hogy mennyi ember halt eddig meg, de mindenképpen azt mutatja, hogy ezek a mechanizmusok működhetnek, és éppenséggel jöhet egy olyan vírus, ami százszor annyit írt ki, mint a Covid, és akkor az már a globális népességben mérhető. Az már mérhető, az már hibahatáron kívül van. És akkor mondhatjuk azt, hogy most egy parazita lecsökkentette az emberiség létszámát, ami egy ilyen apokaliptikus kép, valójában a legtermészetesebb dolog a világon. Tehát így működik a természet. Senki nem tud büntetlenül túlszaporodni, mi rengetegen vagyunk. És nem csak azt kell számolgatni, hogy mennyi élelem van, mert sokan ebből indulnak ki, hogy mennyi élelem van, ugye kidobunk egy csomó élelmet, ami pocsékba megy, ha ezt mind meg tudnánk enni, akkor még 15 milliárd ember is ehetne. Hát én nem így számolok. Én úgy számolok, hogy nem csak élelem kell, hanem élettér kell, városokat építeni, közlekedési hálózatot építeni, ruházni embereket, és ez mind-mind iszonyatos ökológiai lábnyomot generál. Tehát én nem azt számolom, hogy hány milliárd embert lehet megetetni minden nap háromszor, hanem azt, hogy már most ugye valami másfél bolygónyit élünk föl minden évben, tehát messze-messze túlfogyasztunk, hitelben fogyasztunk, és erre mindig az a példám, hogy mondjuk egy alkoholista ül a kocsmában, és nincs nála egy fillér pénz se, de már a hetedik felest issza. És akkor nem az érdekli őt, hogy most hogy fogja ezt kifizetni, vagy hogy fogja a számláját kiegyenlíteni, hanem az, hogy de jó lenne még egy nyolcadikat kérni, valahogy megfűzni a csapost, hogy adjon egy nyolcadik felest, meg aztán egy kilencedik felest. Lehet így is gondolkozni, de ez a totálisan felelőtlen dolog, mert előbb-utóbb az alkoholista számláját valakinek ki kell fizetni, és ez nagy esél az alkoholista gyereke lesz. Tehát az, hogy mi évenként elfogyasztunk mondjuk másfél földnyi erőforrást, ez nagyon vicces dolog, de nem annyira vicces, mert valójában ezt a gyerekeink fogják megfizetni egyszer. Tehát hitelben fogyasztunk, ami nem egy etikus dolog, és nem egy ökológiailag fenntartható dolog, és én nem szesen néznék az unokáimnak a szemébe, főleg a dédunokáim szemébe nem szesen néznék, mert nagyon kínos dolog az, hogy így bánunk a nyersanyagokkal, meg egyáltalán a forrásokkal, az élelemmel. Gyakorlatilag szétpusztítjuk a természetet, a természetes élőhelyeket szétpusztítjuk. És az egyik következménye ennek az éppen a Covid, de nagyon sok ember ezt nem akarja egyszerűen felfogni. Tehát ahhoz, hogy nekünk pálmaolajunk legyen, ahhoz mondjuk Szumátrán és Indonézia különböző részein óriási olajpálmaültetvények kellenek, a természetes őserdőt kiírtjuk, onnan az állatok jobb híján részben beköltöznek például a nagyvárosi parkokba, és viszik magukkal a vírusaikat. Ezekkel a vírusokkal lehet, hogy soha nem találkozna az ember, de házhoz jönnek. És például a Nipah vírus az így terjed, hogy gyümölcsevő denevéreknek már nincs élőhelyük, nincs erdő, bemennek a nagy trópusi városok parkjaiba, ott lógnak a fán, hát egy denevér mit csinál, lóg a fán, és ürít. És az ürülékében vannak halálos vírusok, amik ürüléken keresztül terjednek, és alatta mondjuk piac van, ahol az emberek ülnek, beszélgetnek, esznek, isznak, és fölülről záporozik rájuk a ürülék, a gyümölcső denevérek ürüléke, és így meg lehet kapni a Nipah vírust, ami abszolút halálos, nem lehet valamit kezdeni. Ez még messze nem olyan veszedelmes, mint a Covid, de már Indiában nagyon sokan, lassan többet beszélnek róla, mint a Covidról. És
több száz, több ezer olyan vírus van állatokban, amit még nem kapott meg az ember, még nem kaptuk meg, még nem ismerjük, de lehet köztük olyan, ami százszor annyit fog megölni, mint a COVID. És hogy egyszer csak megkapjuk, és elkezd terjedni, akkor majd rájövünk, hogy a COVID az semmi nem, az csak aperitív volt ehhez képest. Tehát akkor az várható, hogyha ezt a fenntarthatatlan növekedést fenntartjuk, akkor a természet mindenképpen vissza fog szabályozni, akár mondjuk egy COVID 3-mal, 4 előttel, valami sokkal keményebb vírussal. A természet így működik 4 milliárd éve. Ő nem lát semmi okot, hogy változtasson. Ez a dolgok rendje. És eddig inkább az a csoda, hogy amikor 7 milliárd, meg 6 milliárd, meg 5 milliárd ember volt már a Földön, akkor még kivédtük ezeket a betegségeket. Most ez az első rés a pajzson, lesznek még rések a pajzson, ugye Ebola például, és előbb-utóbb, hogyha egy olyan vírus jön, ami úgy terjed, mint a COVID, csak sokkal veszedelmesebb, akkor fogjuk igazán megnézni magunkat. És ez nem riogatás. Tehát ugye nagyon sokan azt mondják, hogy a tudósok össze-vissza beszélgetnek, most élvezik, hogy reflektorfénybe kerültek, és próbálnak egymásra licitálni, hogy ki tud durvábbat mondani. Mindig lehet valami alibit találni arra, hogy miért vagyunk hülyék, de nem érdemes. Tehát el kell fogadni, el kell hinni, amiket mondanak. Tehát 60 éve mondjuk, hogy nem fenntartható, amit az emberiség csinál. A 60-as években, most nem akarok hülyeséget mondani, szerintem akkor még ilyen 4 milliárd ember lehetett, vagy 3 milliárd, mindegy. Tehát sokkal kevesebben voltunk, és már akkor kristálytisztán megmondták az okos emberek, hogy ez nagyon nem fog így menni. Járványok lesznek, éhínség lesz, sokan vagyunk. Most azóta megduplázódtunk, most lassan megtriplázódunk, és még mindig azt mondjuk, hogy a tudósok csak így riogatnak. Hát egészségünkre. A természetben van amúgy olyan faj, ami tudja a saját magát önszabályozni, vagy általában mindig valami külső tényező szabályozza vissza? Van ilyen. Van például olyan, hogy ha nagyon nagy egy populáció sűrűsége, akkor ott a nőstényeknek a termékenysége lecsökken. Az, hogy közel van hozzám a másik egyed, ez egy stresszt okoz, és a stressznek vannak hormonális hatásai, és a hormonális hatásokon keresztül a termékenység lecsökkenhet. Ugye lefordítva magyarra, ha metrón állok, és a hónom alatt lóg valaki, akkor nincs kedvem szülni. Ugye? Tehát ez, gondolom, ez te is így vagy. Ez körülbelül ez a mechanizmus. Tehát a nagy populáció denzitásnak stresszen keresztül hormonális hatása van, és akkor nem szaporodik úgy. És szerinted az emberiségre ez várható, hogy valami önszabályozást tudunk még véghez vinni, vagy ez mindenképpen valami külső tényező? Ez már késő lesz. Késő lesz. Már késő. Ugye igazából már most javába kéne, hogy önszabályozunk, de nem szabályozunk ön. Ugye itt érdekes dolgok merülnek föl. Tehát az, hogy a párválasztási, szaporodási szokásaink megváltoznak. Amikor egy jólétben élő nyugat-európai nő azt mondja, hogy ő ebbe a világban nem szül gyereket, akkor Ez egy mechanizmus. Ugye ez most csepp a tengerben, mert attól még 1 milliárd kínai nő fog másik gyereket szülni, de az, hogy van, aki már így gondolkozik, én teljesen megértem, és azt mondom, hogy érthető. És hogyha kialakul ez a fajta gondolkodás, akkor ez érthető, hogy miért alakul ki. Más kérdés, hogy ez nincs szinkronizálva a Földön mindenhol. Leginkább a jóléti társadalmakban van a 0 vagy 1 gyerek. De még hogyha valaki azt mondja, hogy ő tényleg nem akar gyereket, és nem akar családot, és adott esetben ilyen alternatív szexuális irányultságot vesz, én azt is teljesen megértem, és azt mondom, hogy ha nem akar gyereket, akkor onnantól egy csomó más lehetőség kitárulkozik előtted. Tehát akár még a homoszexualitás, hogyha nagyon tömegessé válik, még annak lehet kulturális oka, de lehet egy ilyen oka is, hogy a gyerekes család, mint cél, az megszűnik sokak számára, mert ők már nem akarnak a 9 milliárd felé vezető úton elindulni emiatt. Simán, ez teljesen érthető ez is szerintem. Tehát egyébként megint csak gondoljunk állatokra, van olyan, hogy ha rosszak a körülmények, és nincs elég táplálék, akkor például nőstény állatok dönthetnek úgy, hogy ők nem szülnek, hanem a lány testvéreik gyerekének segítenek. Tehát van ilyen, hogy például csimpánzoknál van ilyen, hogy egy nőstény az ezer oka lehet, de úgy dönt, hogy ő nem szül, hanem a testvérének a gyerekét gondozza, kvázi ilyen dajka. Ilyen van. Tehát ez is egy természetes mechanizmus. Ha rosszak a körülmények, akkor nehéz a gyerekeket fölnevelni, akkor dönthetünk úgy, akkor ketten neveljünk egyet. Mondjuk persze az jó, hogyha rokon, ugye a szelekció azt mondja, hogy ilyenkor ez rokon kell, hogy legyen, de
Ennek különböző variánsai kialakulhatnak embernél és állatnál is, az működik. Tehát akkor lehet, hogy a társadalomban ilyen, úgymond, ilyen szociális változás, az igazából természeti okai vannak, ami akár más is elő tudnak fordulni? Azért igen, tehát a homoszexualitás, a szingliség, ez mind olyan, olyan norma, aminek nőhet a gyakorisága, és ennek lehetnek ilyen túlnépesedési okai, hogy az ember ezt a reakciót adja. Abszolút, ez teljesen érthető, és vannak hasonló példák a természetben. A másik, amire ugye Konrád Lorenz írja, hogy a második pont az a természetes élettéret elpusztítjuk. A legtöbb ember szerint a mai napig nem tudja nagyon elképzelni a méreteket, amilyen pusztítás végzünk, hogy erre szerinted van-e néhány jó példa, ami ezt akár be tudja mutatni valaki számára, hogy ennek mekkora volumene? Itt átpasszolnám a labdát Attenborough-nak, aki nemrég csinált erről egy filmet, és ha azt valaki megnézi, akkor hát lesz egy-két rossz napja utána, illetve lesz egy kis fogalma arról, hogy mi történik. És hát, ha jól emlékszem, megpróbál azért a végén egy kicsit pozitív lenni az öreg mester, de elég izzadságszagú a próbálkozása. Nem nagyon lehet az ember ezután a film után pozitív. Attenborough egészen elképesztő jelenség, tehát ő nagyon ritka az, amikor valaki a kommunikációt is makulátlan, tudományos szinten tudja nyújtani. Tehát nem megy le kutyába azért, hogy könnyebben kommunikáljon, hanem elképesztő színvonalon és elképesztően szórakoztatóan tud kommunikálni. Még akkor is, ha ilyen dolgokról beszél, hát nem biztos, hogy a szórakoztató a legjobb szó ilyenkor, de az Attenborough filmet az kötelezőnek kéne tenni minden általános iskolában. Gondolom a legutóbbi, ami kijött. Igen. A másik, ami szerintem ugyanígy érdekes, hogy a negyedik pont az, hogy az érzelmek és az indulatok eltűnnek, mert olyan kényelmes élettelet varázsolunk magunk köré, hogy a legkisebb zavarozó tényezővel is teljes mértékben intoleránsá válunk. Hogy ez szerinted is így van-e, és hogy ez akár az állatoknál is ez előfordul-e, vagy ez kizárólag nálunk? Igen, itt megint az van, hogy túl sűrűn élünk. Az agressziónak és a konfliktusnak az alapszintje az magasabban van. Mindenkiből idegek lógnak ki, ugye? Ezt szoktuk mondani, hát majdnem. Tehát amikor egyfolytában dugulsz, vagy amikor a buszon tizen a könyöküket nyomják a hónod alá, akkor egész máshogy viselkedsz. Ennek utána lesz hatása a munkahelyeden való viselkedésre, és a munkádra, a családodra, a családon belül érőszakra, mindenre. Tehát mindenki érzi, hogy ez nem normális, hogy ugye épp most hallottam, hogy nem sokára, vagy 2050-re az emberek háromnegyede városban fog élni. Én is városban élek, és szeretek is városban élni, de azért nem az a természetes, hogy beton vesz minket körül, és csak hétvégén lát az ember zöldet. Nem az a természetes, hogy iszonyú tömegben vagyunk, az, hogy a autó kipufogóját szívjuk. Tehát ez ezer olyan pici hatás, ami hatással van a viselkedésünkre, a hormonrendszerünkre, és akkor elcsattan egy-két pofon. Ez a legnormálisabb dolog, ez így van sajnos. A hálózatokban, ami különösen érdekes szokott lenni, az a kulcsfajok, mert a kulcsfajoknak ugye a kérdése, hogy az ember azt szerinted kulcsfaja, mert gondolom nem, de hogy ez a kulcsfajokról hogyan kell általánosan gondolkodni, hogyha valaki ugye természeti ökoszisztémákban gondolkodik. Igen, ugye ez még mindig egy politikailag kényes téma, tehát hogyha az ember azt mondja, hogy egyes fajok fontosabbak, mint a többi, akkor sokan a fejemet akarják venni emiatt, hogy micsoda kirekesztő gondolkodás. Pedig a természet így működik. Tehát ezt kísérletesen a 60-as évek végén mutatta meg egy fantasztikus amerikai ökológus, hogy egy sziklás tengerparton egy kis kísérleti elrendezéseket hozott létre. Ilyen elkerített részekről, az egyikből kivette az egyik fajt, a másikból a másik fajt, ezeket rengetegszer megismételte, és arra jött rá, hogy bizonyos fajokat, ha kiveszünk, szinte semmi nem történik, ha más fajokat kiveszünk, még öt meghal, kihal. Tehát összeomlik az ökoszisztéma. És akkor ennek kapcsán kezdtek ezen gondolkozni, hogy melyek ezek a fontos fajok, mitől lesz ennyire fontos valaki. És az alapdefiníció szerint az a kulcsfaj, aki ahhoz képest, hogy milyen kevés van belőle, ahhoz képest nagyon nagy hatással van a többiekre. Most ilyen értelemben mondjuk egy hód, egy gátépítő hód, egy kanadai hód, az kulcsfaj, mert hódból nincs olyan sok, de hogyha gátat épít, akkor ott rengeteg más fajnak megváltoztatja az életét. Tehát ez egy tipikus kulcsfaj. Az ember nagyon fontos, de azért nem hívnám kulcsfajnak, mert mi nem vagyunk kevesen. Tehát abban, hogy mi nekünk nagy a hatásunk, ebben semmi meglepő nincs. Egy tölgyerdőben a tölgy, az nyilván fontos, tehát tölgy nélkül nincs tölgyerdő, de attól nem kulcsfaj, mert ebben semmi meglepő nincs. Egy harkály az lehet kulcsfaj, mert ezerféle faj jön-megy, ebből a harkály az csak egy, nincs belőle sok, de azáltal, hogy odút
tud mélyíteni a fába. Azáltal rengeteg más fajnak életteret biztosít, azáltal ott egészen új rovarok megjelenhetnek, odulakú élőlények kihasználhatják ezeket az odukat később. Tehát a harkály az, az egy kulcsfaj. Kevés van belőle, de nagy hatása van. Vannak ilyen számítások, hogy ilyen trópusi területeken egyes fügefajokat, ha eltávolítanánk, akkor 100-150 más faj is eltűnne onnan, mert ezek a fügéhez kötődnek. Van, amelyik a nektárt iszogatja, van, amelyik a gyümölcsöt eszi, van, amelyik a levelét eszi. Tehát, ha kiveszek, gondolatban eltávolítok egy fügefajt, akkor még 100 faj megy vele. Tehát egy kulcsfaj. Nagyon fontos azt fölfogni tényleg, hogy a kulcsfajokat, egyrészt, hogyha ezeket jobban figyeljük, akkor jobban megértjük, hogy működik a rendszer. Másrészt, hogyha védeni akarunk egy erdőt, egy korallzátont, egy tavat, bármit, nem lehet minden fajt védeni egyenként. Tehát nem lehet minden kihaló faj mellé közlekedési rendőrt állítani, ahogy Rejtő mondaná, hanem sokkal hatékonyabb a természetvédelem, hogyha arra figyelünk, hogy a kulcsfajok jól működjenek, ők jól érezzék magukat. Ha egy kulcsfaj jól érzi magát, és minden rendben van vele, akkor indirekt módon még 100-150-200 másik faj is jól fogja magát érezni. Tehát ez olyan, mintha ha egy erdőt megfeleltetünk az emberi testnek, akkor a kulcsfaj az mondjuk a máj, vagy a szív. Egy valamilyen faj, amelyik csak ott éldagél, az meg olyan, mint mondjuk a bőrnek egy része. Tehát ha nagyon betegek vagyunk, akkor nem plasztikai sebészhez megyünk, hanem szívorvoshoz. Na, ennyi. És ez olyan, mint hogyha egy rosszul működő ökoszisztémában a kulcsfajt rendbe raknánk. Ha a szíved jó, akkor egy csomó más betegséged is el fog tűnni, meg ha a májad jó, csomó más betegséged is jó lesz, mert ezek fontos szervek. Ugyanígy, hogyha a harkályok rendben vannak, ha a hódok rendben vannak, akkor sok száz másik faj is jól érzi magát. És ide az a például, milyen olyan kulcsfajok vannak, amire mondjuk az emberek akár nem is gondolnának, hogy az egy kulcsfaj. Földi gilisztek, különböző odúvájó madarak, tehát a harkályok, mondjuk ez a kettő mindenképp. Egy ragadozó pókokból azok, akik a futóbogarak között van olyan, amelyik nagyon nehezen pótolható. Tehát itt mindig arra kell gondolni, hogy ha az a faj nincs ott, akkor hogy működik az erdő, mi változik meg. Ezek a legpótolhatatlanabbak. Tehát giliszta, a talajon élő nagy ragadozó, csúcsragadozó futóbogarak, hogyha ők nincsenek, ugye, akkor az van, hogy elszaporodhat egy csomó táplálékuk, és az már akkor megváltoztat rengeteg dolgot az ökoszisztémában. Vannak olyan rovarok, amelyek hirtelen ilyen gradációra hajlamosak, tehát nagyon elszaporodnak, mondjuk a hernyóik, és csupaszra tudnak rágni egy erdőt. Akkor ki a kulcsfaj? Nem ez a rovar, hanem az, aki őt megeszi. Tehát azok az énekes madarak, amelyek megeszik a hernyókat, azok iszonyú fontosak, mert hogyha ők nincsenek ott, akkor a hernyó elszaporodik, és nullára rágja a fákat. Tehát kicsit olyan az ökológia, mint a genetika, hogy egy gént is akkor ismerünk meg igazából, hogyha nincs, vagy nem működik, akkor kezdjük el fölfogni, hogy mit csinált volna addig, hogy mit csinált addig, mit csinálna. Az ökológia is ilyen, hogy egy faj igazi jelentőséget akkor látjuk, ha már nincs ott. Hát ez egy elég rossz hír, de akkor tűk igazán. Én pont azon dolgozom, meg sokan vagyunk, akik ezen dolgozunk, hogy mielőtt kihal egy faj, azelőtt próbáljuk megmondani, hogy mennyire fontos vagy nem. Tehát mennyire kell rá vigyázni. És például a növényvédőszerek, azok mennyire tudnak ebből kárt okozni? Mert most például a méhekről van egy ilyen, a méh populáció nagyon csökken, és gondolom ők is azért, hát én úgy gondolom, hogy azért valamennyire kulcsfajok. Nagyon igen, tehát a házi méh, az, ugye ott megint az van, hogy ha nagyon sok van belőle, akkor hivatalosan nem minősül kulcsfajnak, mert nem meglepő, hogy fontos. De hogyha nem is hívjuk kulcsfajnak, attól függetlenül egy nagyon fontos faj. Tehát ugyanígy, ugye, amit mondtam, hogy a tölgyesben a tölgy, a házi méhez, akkor is, most mindegy, hogy kulcsfaj, vagy csak egyszerűen fontos faj, de ezek fontosak, ezekre vigyázni kell. Általában a pollinátorok ma nagyon sok helyen rosszul érzik magukat, a környezetszennyezés is rossz nekik, meg az is, hogy földarabolódnak a természetes élőhelyek, tehát nagyon sok pollinátor rovar, ilyen megporzó rovar nem szereti, hogyha nagyon pici helyre beszorul. Őnekik van egy térigényük, és mármint a populációnak van egy térigénye, és hogyha nagyon pici foltok, ilyen élőhely foltok jönnek létre, azt nem szeretik, abban már nem érzik jól magukat. Ez nagyon sok élőlényre igaz, tehát a legtöbb esetben úgy, ma már úgy zavarjuk az állatok nagy részét, hogy fölszabdaljuk az élőhelyüket. Ugye régen az volt, hogy megöltük őket, mondjuk a prémjükért. Aztán eljött az időszak, hogy már meg nem öljük őket, de kiirtjuk az erdőt körülöttük. Hát az se jó. Most meg eljutottunk oda, hogy meg nem öljük őket, az erdőt se írtjuk ki, hanem megmaradó erdőket kettévágjuk ilyen utakkal, és ezzel is ki lehet írtani állatokat. Tehát, hogyha egy olyan állat, ami nem túl mobilis, ha kettévágjuk az erdőt, és az ő populációja ketté esik, és mondjuk az egy akadály neki az út, mondjuk nem tud átmenni.
békákat például eléggé tud zavarni egy út. Akkor elképzelhető, hogy az a két kicsi populáció, mert túl kicsi lesz, hogy fönntartja magát. Ugye genetikai okokból, beltenyésztéses leromlás miatt azok ott eltűnnek. Tehát egy egészséges populációt meg lehet úgy ölni, hogy egy-egyet sőrünk meg, csak ketté vágjuk őket, és mind a kettő magától el fog sorvadni. És ez sajnos egy nagyon-nagyon tipikus és tömeges jelenség manapság. Tehát a vasútépítés, útépítésnek iszonyatos rossz hatása van. Úgyhogy például Olaszországban nagyon sok helyen viadukton megy az autópálya, ami biztos, hogy nagyon drága, de egy nagyon jó dolog, mert az alatt tudnak mozogni. Tehát van olyan farkas, amit megjelöltek Róma körül, és visszafogták a svájci határon. No, egyébként egy farkas ekkora távolságot ma már alig tud Európában megtenni, ha csak nem tud így létrával átmászni az ilyen elválasztó autópálya kerítéseken. Tehát ez nagyon jó, amikor akár a föld alá megyünk, akár viaduktra, mert az élőlényeknek van egy térbeli mozgási igénye, ami ha nem tudják megcsinálni, akkor szétszakadozik a populáció, és kihalnak. És szerinted figyelünk erre egyre inkább, vagy ez még mindig egy olyan dolog, ami a legtöbb embernél elsiklik? Hát az a szerencse, hogy itt nem az ember, tehát az, hogy mondjuk vadátjárót építünk egy autópályára, ami nagyon hasznos dolog, ez szerencsére nem az emberek szavazzák meg, hanem úgy dönt néhány szakértő, és akkor megcsinálják. Tehát ha itt is a demokrácia felé mennénk, hogy vajon az emberek szerint fontos-e vadátjárót építeni, akkor 95% azt mondaná, hogy hagyjuk a fenébe, ez csak pénzkidobás, és akkor megdöglen egy csomó állat. Szerencsére ez még az a terület, ahova nem tette be a lábát ez a fajta ilyen teljesen kritikátlan demokrácia, úgy mondjam. Tehát azért vannak, ahol még szakértők döntenek, és ezt főleg így ebben a járványhelyzetben öröm hallani, hogy van, ahol még a szakértőknek van szava, és nem csak az emberi tömegek döntenek. Tehát ebbe akkor látsz valami fajta pozitív elmozdulás hosszú távon, hogy azért egyre inkább úgy építjük meg az útjainkat, ahogy az kéne, vagy oda nem építünk, ahova nem kéne, vagy ebbe azért még rengeteget kéne előrelépni? Itt mindenképp van pozitív, és nagyon örvendetes dolgok, csak közben annyi más rosszat csinálunk, hogy ez kicsit olyan, mint halottnak a csók, hogy ilyen kis kozmetikának számít. Tehát a vadátjárók azok sok fajnál nagyon, nagyon jól működnek, nagyon sokat segítenek, nagyon jó, de közben meg az erdőt azt kiírtjuk már körülöttük, tehát ezer rossz hatás mellett a vadátjáró az egy jó hatás. Bocsánat, még egy dolog, azért azt se felejtsük el, hogy amikor mozog egy állat a térben, tehát örül, hogy átjut az autópálya egyik oldalról a másikra, akkor ő azért vihet magával vírusokat, meg kórokozókat is, tehát ez egy nagyon izgalmas dolog, hogy segítsük az élőlények mozgását, de ezzel mondjuk a sertéspest is megy. Egyébként az, hogy a sertéspest is mondjuk hogy terjed Magyarországon, az észak-keletről jött délnyugat felé. Gyönyörű, ahogy a nagy folyók és az autópályák azok így föltartóztatják egy picit, aztán persze átjut mindenen, tehát vaddisznók eljutnak mindenhova, előbb-utóbb elviszik mindenhova, de nagyon szépen kijön, ahogy időről időre nézed, ahogy terjed, az autópályák és a nagy folyók, Duna, Tisza, M3-as, stb. Gyönyörűen feltartóztatják egy kicsit. Aztán, hát ugye most azt kell mondani, hogy hála a vadátjáróknak, aztán mindenhol megjelenik. De láttam ilyen éjszakai kamerás filmet, hogy medve, hogy mászik át Olaszországban az A22-es autópálya, ez így átmászik. Tehát fölmegy a lács, és leugrik, mint egy ilyen bankrabló, hogy leugrik. Tehát a medve az átmászik az autópályán. Mi a gondolkodás az invazív fajokkal, hogy azok ellen igazából érdemes tenni, lehet tenni, vagy ez egy olyan következmény, ami mondjuk a klímaváltozással együtt jár? Ez együtt jár a klímaváltozással és a globalizációval is. Ugye a globalizációval úgy, hogy hatalmas távolságokon kereskedünk, és akár mondjuk a tengerjáró hajóknak a ballasztvizében, vagy akár kívülről rájuk tapadva puha testűek, mindenféle planktonikus élőlény átjut. Sokszor mi hozzuk őket, ugye kedvtelésből, aztán szabadon engedjük. Sokszor pedig embertől függetlenül a klímaváltozás, már amennyiben a klímaváltozás embertől független lenne, tehát a klímaváltozás miatt is mozognak. Tehát amiatt, hogy más a klíma, észak felé tart rengeteg faj, tehát trópusi, szubtrópusi fajok, kórokozók, betegségek, vektorok, tehát ezeket szállító fajok megjelennek nálunk. Ez nem egy nagy öröm. Tehát a chikungunya láz, a dengi láz, ez már a Balkán déli részén, Olaszország déli részén ott van, ezek klasszikus trópusi betegségek voltak eddig. Ugye például Indiában, trópusi Afrikában, ezek már itt vannak, jönnek. Malária, az volt régen, aztán kiirtottuk, most megint van. Tehát sajnos a klímaváltozás, az állatok nem hülyék, tehát hogyha változik a klíma, ők erre reagálnak, és változtatják az élőhelyüket. Egyszerűen elindulnak éjszakra. És egyébként ez pont egy érdekes dolog, hogy a különböző problémák, amiket az ember okoz, ezek kombinációba hatnak. Tehát egyrészt ugye klímaváltozás miatt rákényszerítjük őket, hogy elinduljanak éjszakra,
Másrészt utakat építünk, tehát nem hagyjuk, hogy mozogjanak. Ez az igazi kutyaszorító, amikor egy populáció nyomódna föl északra, de ott van mondjuk egy M7-es autópálya. Akkor mit csinál? Ez az igazi halálos dolog. Tehát önmagában a klímaváltozás is kivéthető, meg a élőhely fragmentáció is kivéthető. A kettő együtt az már halálos. A populáció szintjén. Tehát ugye itt most nem sose egyedekről gondolunk, hogy az a szegény vaddisznó most mit csinál, hanem hogy a vaddisznó populáció menne északra, vagy menne erre, vagy menne arra, de nem tud, mert ott egy akadály. És ezekkel az invazív fajokkal szemben szerinted érdemes fellépni, vagy ez egy olyan dolog, ami csak vele jár, és békén kell őket hagyni? Sokszor reménytelen. Tehát érdemes lenne abszolút, de sokszor reménytelen. Illetve hát arra kell gondolni mindig, ugye megint mindig oda lyukadok ki, hogy a természetben mindennek van, mindig pozitív és negatív hatások keverednek. Tehát adott esetben egy invazív faj az nekünk jó is lehet, hogyha mondjuk egy kártevőnek a ragadozója megjelenik, aki a kártevőt enni fogja, akkor nekünk az jó. Tehát nagyon, nagyon kevés olyan hatás van a természetben, ami csak jó vagy csak rossz. Az invazív fajokat nagyon sokszor példának hozzuk a negatív hatásokra, valóban rengeteg negatív hatással járnak, de tegyük hozzá lábjegyzetben, hogy éppen úgy lehet pozitív hatásuk is, akkor az nem kap akkora publicitást. Tehát az, hogy egy erdőben megjelenik egy trópusi rovar, ami semmi problémát nem okoz, csak tök jól el van, esetleg még valami jót is csinál, emberi szemmel nézve, akkor abból nem lehet cikket írni, meg nem lehet hírt csinálni, de azért az ott van, és megvan, és megvetette a lábát. Tehát nem minden rossz, ami invazív, és minden jó, ami addig ott volt. De az tény, hogy egy jól működő közösségbe, ha bekerül egy ilyen agresszív invazív faj, azt fölrúghatja, és akkor azért akkor a negatív hatások többségében lesznek. És amikor gondolom az ember próbál invazív fajokkal belenyúlni a természetbe, gondolom az a legkatasztrofálisabb szokott általában lenni. Igen, ebben nagy rutinunk van, hogy úgy gondoljuk, hogy mi így íróasztal mellett megtervezzük, hogy hogy fog a természet holnaptól működni, hogy az ausztrálok ebben élen járnak. Hát Ausztráliában mindig valamit betelepítenek, ami mindig borzalmasan rosszul sül el. Tehát az ausztrálok ennek a mesterei, ők azt gondolják, hogy az a sziget az egy ökológiai laboratórium. Egyszer a dingók, egyszer a kutyák, vagy a nyulak, a birkák, ott akármit csináltak az ausztrálok, az mindig rosszul sült el. De nem kell ez ausztrálnak lenni, hogy az ember elbaltázza. Egyszerűen föl kéne lassan fogni, hogy a természet, tehát nem is biztos, hogy védeni kell, hanem békén kell hagyni, és az olyan jól, egyrészt tök jól működik, másrészt meg is védi magát, csak hagyjuk békén működni, ne akarjuk mi megvédeni. Ez olyan, mint amikor egy gyereknek így fogod a kezét, hogy ne essen el, és mondjuk még 20 éves korában is fogod a kezét, hogy ne essen el, és egyszer elengedett, hasonra fog vágódni, mert nem tanul meg járni. Tehát hagyni kell a természetet működni. A természet nagyon ügyesen alkalmazkodik az új kihívásokhoz, nagyon ügyesen kivéd negatív hatásokat. A legrosszabb, amit a természettel tehetünk, hogy mi próbálunk helyette működni, és ezzel sokszor éppen megkötjük a kezét. Tehát nem hagyjuk, hogy adaptálódjon. Hagyni kell békén. Amikor egy gyereknek kicsit koszos a keze és megnyalja, erősödik az immunrendszere, ugyanígy a természettel is lehet rossz dolgokat csinálni, meg fogja oldani. Nem mi találjuk, hogy működjön. Tehát, hogyha beviszek egy invazív fajt, és látom, hogy valami rossz dolog történik, és még egyet be akarok vinni, hogy helyre tegyem, valószínűleg kétszer akkora lesz a probléma. Tehát nem megoldom, hanem kétszer akkora probléma lesz. Ez szinte biztos. Egyszerűen nagyon bénák vagyunk. Nagyon bénák vagyunk. Tehát, hogyha ilyen természeti, ilyen kármentésben gondolkodunk, akkor a legjobb, amit tehetünk, hogy békén hagyjuk. A legtöbbször igen, és ezzel nem akarom teljesen lenullázni a természetvédelemnek az erőfeszítéseit. Tehát ők egyrészt egyre többet tudnak, nagyon jó szándékuk, néha megoldanak egy-két dolgot, de azért még mindig szerintem 10-ből 9-szer vagy nem sikerül megoldani, vagy valami másik probléma lesz. Tehát azért nem könnyű belenyúlni egy erdő, vagy egy mező, vagy egy korallzátony életébe, úgyhogy azt javítsuk. Ez amit egy 3 éves gyereket a számítógép elé ültetni egy csavarhúzóval, és úgy random belenyúl valahol, valószínűleg rosszabbul fog működni, mint jobban. Tehát nincs nagy esély, hogy javít rajta. Ilyen, amikor a természetbe belenyúlunk. Hagyjuk békén egy kicsit, és most már nem is az a kérdés egyébként, hogy mi hogy tudjuk a természetet megvédeni, most, ha még mindig védelemről beszélünk. A kérdés most már az, hogy a természet hogy fog minket megvédeni. Hogyha nem tesszük teljesen tönkre, akkor,
a végső megoldást ő fogja nyújtani. Akár ugye az, hogy ha beerdősül egy leírtott hegyoldal, akkor csökken az árvízveszély, akár úgy, hogy ha jönnek az invazív fajok, előbb-utóbb a természet fogja megoldani, hogy elszaporodik valaki, aki őket kordában tartja. Mindig a természet fogja a legstabilabb és a legfenntarthatóbb megoldás a természettől fog jönni. Nem tudjuk. És én is azok közé tartozom, akik próbálnak modellezni, szimulálni, előre megmondani, és ezért pontosan látom, hogy ez mennyire nehéz. És pontosan tudom, hogy aki mondjuk egy minisztériumban ül egy asztalnál, és úgy dönt, hogy holnap az X-fajt behozzuk, pontosan tudom, hogy mennyire nem tudja, hogy az milyen hatással lesz. Semennyire nem tudja. Ugye a hódokat visszatelepítették Németországban, nagyon büszke volt mindenki, hogy a hód megint szaporodik Németországban, aztán alig győzték kilőni őket, úgy túlszaporodtak. Ilyen vagonszámra vitték a döglött hódokat, mert nagyon sikeres volt a visszatelepítés, nem tudták előre, hogy fog elsülni, persze, hogy nem, senki nem tudja, és irtózatosan túlszaporodtak, hatalmas károkat okoztak. Hát nem jött be. Jót akartak, de nem jött be. És én mondom, hogy 10-ből 9-szer ez így alakul. A másik nagy téma az, amiben te is részt veszel, az a Atlanti óceánnak a feltérképezése, hogy arról meg tudnál valamit osztani, mert azt szerintem nagyon, nagyon, nagyon érdekes és nagyon óriási témának tűnik. Igen, most éppen fut egy 5 éves projekt, ez 10 millió euró a teljes költségvetés, kb. 30-an vagyunk partnerek, ebből én csak egy vagyok. A legtöbben olaszok, franciák, dél-afrikaiak, brazilok, amerikaiak, angolok. A két országból van ember, akik nincsenek tengerparton, van egy svájci nő, meg én Magyarországról. Ugye beszéltünk arról, hogy a mikrovilágot nem ismerjük annyira. Tehát egy madár, egy emlős, az mindenkinek izgalmas, de az, hogy mi van a mikroszkóp alatt, arról nem is akarjuk látni, mert olyan gusztustalan, meg félelmetes. Ez a projekt az erre koncentrál, hogy az Atlanti óceánban a plankton hogy érzi magát, hogy viselkedik. És akkor ebben benne vannak a egysejtűek, akár a lárvák is, tehát egy nagy hal is planktonként kezdi az életét, mint lárva. A legkülönbözőbb pici, szabad szemmel alig látható élőlények, ezeket molekuláris genetikai módszerekkel felmérik, tehát különböző omikák segítségével leírják őket, hogy milyen, lényegében azt nézik meg, hogy milyen génszekvenciákat lehet találni, és ebből rekonstruálják, hogy milyen élőlények vannak. Térben ezek hogy osztanak el, hogy mozognak, milyen hatással vannak egymásra. Ez egy nagyon nagy, komplex dolog. A lényeg, hogy hajók szántják az Atlanti óceán vizét, 6 darab ilyen kísérleti mintákat vevő hajó, nem kísérleti mintát, terepi mintákat vesz 6 hajó, ezeket a mintákat azonnal küldik a laboratóriumokba, ott megszekvenálják lényegében az óceánt, tehát megnézik, hogy milyen gének vannak, azok milyen élőlényekhez kapcsolódnak, tehát tudjuk, hogy hol mik élnek. Kezdjük azt is tudni, hogy mennyi van belőlük, hogyan hatnak kölcsön, mi az a kétfajta génszekvencia, tehát kétféle élőlény, amik mindig együtt vannak, vagy éppen hogy kerülik egymás társaságát. És megpróbálunk a planktonra egy olyan fajta leírást adni, ami a magasabb rendű élőlényekre tök nyilvánvaló, tehát a halakra ezt tudjuk, a tonhalra ezt tudjuk, a madarakra ezt tudjuk. Senkit nem érdekelt eddig igazából, hogy az ilyen pici, nem túl fontosnak tűnő élőlények hogy viselkednek, pedig egyrészt ők adják az igazi reakciót a klímaváltozásra, ők több oxigén, a növényi plankton több oxigén termel, mint a szárazföldi növények, tehát az oxigén az igazából a növényi planktonból jön, ezen kívül, ha ők rendben vannak, akkor ők a terített asztal a halaknak. Tehát az, hogy a halak jól érezzék magukat, vagy a madarak, vagy a tengeri emlősök, ahhoz az kell, hogy rendben legyen a planktonikus ökoszisztéma. Tehát mindennek az alapja. Tehát mi vizsgálhatjuk a halakat, madarakat, emlősöket, cápát, fókát, bárkit, de amíg nem tudjuk, hogy mit esznek, vagy azok a kis halak mit esznek, amit ők esznek, addig nem igazán értjük, hogy működik. Most próbáljuk megadni a lehetőséget arra, hogy sokkal-sokkal részletesebben megértsük a planktonikus élőlényeket, mint valaha. És nagyon izgalmas az a tudat, hogy például most Brazília partjainál van mondjuk a Tara nevű hajó, az a leghíresebb, ez a Tara nevű, ez egy kis vitorlás hajó, egy schooner, tehát tök pici, de onnan jönnek az adatok a világ összes laboratóriumába. Most Brazíliánál van, és ugye lehet tudni, hogy most át fog menni az Atlanti-óceánon keresztbe, és tavaszra kerül Dél-Afrikába, és akkor lesz nekünk egy konferenciák április végén Fokvárosban, akkor pont ott lesz a hajó, és akkor tartunk ott egy 3 napos konferenciát, elmondjam neki, hogy mit csinált eddig, megnézzük a hajót, fölmegyünk a fedélzetre, aztán a hajó megy tovább, és mi meg megyünk haza. Tehát ez a Tara hajó, ez a zászlós hajója ennek az egész projektnek, a Tara, van ez a Tara Oceans Consortium, ez egy most már egy nagyon híres ilyen világméretű összefogás,
És én pedig itt ülök Budapesten, és a számítógépemben ott vannak azok az adatok, amik végsősoron a Tara hajóról jönnek, csak még egy-két molekuláris genetikai labort megjárnak előtte, Heidelbergben, meg Párizsban, meg Zürichben, és akkor végén megkapom azokat az adatokat, hogy végén én tartozom abba a kis csoportba, akik összerakják azt, hogy melyik faj, melyik másik fajjal van kölcsönhatásban. Ugye a hajón ez nem látszik, ott csak vesznek egy vízmintát. És a klímaváltozása látható akár már valami változások az ilyen planktonális szinten, és ha igen, akkor micsoda? Igen, tehát megváltozik. Ugye az egyik legizgalmasabb dolog például az, hogy a felmelegedés hatására sokkal jobban párolog az óceán, és emiatt sokkal több a csapadék például az Amazonas medencében. Az Amazonas vízhozama az történelmi rekordokat döntöget, sose volt ennyi víz benne. Emiatt óriási nagy édesvíz bemosódása a tengerbe. Ez az Amazonas torkolata körül van egy hatalmas, ilyen sötét, tápanyagokban nagyon gazdag édesvíz befolyás. Ennek hatására ott megváltoznak a kapcsolatok a planktonikus élőlények között, más halak élnek ott, halak elhúzódnak onnan, vagy éppen oda mennek. Tehát az, hogy jobban párolog a víz, akkor máshol több a csapadék, édesvíz bemosódik, több a tápanyag. Ezek ilyen 1000 kilométeres skálán, 10 000 kilométeres skálán leírható folyamatok, amiket sokkal jobban tudunk, mint valaha. És most már nem csak az van, hogy az oceanográfus leírja az áramlásokat, a meteorológus leírja a csapadékviszonyokat, a biológus megnézi a mikroszkóp, hogy ki él ott, hanem pont ez a konzorcium azt akarja csinálni, hogy ezt az egészet összerakjuk, hogy lássuk az összefüggéseket. Tehát, hogyha adott esetben föl lehet tenni olyan kérdést, hogyha túlhalászunk egy halat Norvégiában, akkor ennek lesz-e hatása mondjuk a Argentína melletti vizekben élő medúzákra. Most azért kicsit nagyot mondtam, de a lényeg ez, tehát az ilyen eddig nem értett indirekt globális kölcsönhatásokat így tudjuk leírni, hogy különböző emberek összefognak. Van az egyik legviccesebb ember, egy holland ember az Utrechti Egyetemről. Ő azt csinálta egyszer, erről lett híres, hogy Új-Zéland mellett kidobott rengeteg ilyen kis műanyag dobozt, ilyen kis műanyag üvegcséket adóvevővel ellátva, és utána hosszú heteken, hónapokon, éveken át követte, hogy ezek merre járnak, és végül is experimentális módon leírta a tengeráramlásokat, hogy hova kerültek ezek a kis műanyag, ilyen kis bödönök, és fantasztikusan hasznos dolgok jöttek ebből, kis baromi izgalmas cikkeket írt, ebből lett világhírű, egy fiatal holland gyerek, és leírta, hogy ha te beledobsz 10, mondjuk, most egyszerűség kedvére mondjuk azt, hogy 10 ilyen ásványvizes üveget Új-Zélandnál, akkor az a 10 az milyen valószínűséggel hova fog kerülni. És a tengeráramlásokról ugye van egy képünk, van a Humboldt áramlás, meg a Kurosi, ezeket nagyjából tudjuk, de ezt most experimentálisan megmutatta, hogy ténylegesen azok hova kerülnek, és micsoda elképesztő változatosság van abban, hogy ők hova kerülnek. Tehát a korábbi tengeráramlási modelleket kell változtatni emiatt, mert nem úgy van, hogy az ott megy balról jobbra, az meg föntről le, hanem mindenki mindenhova kerülhet. Ezek valószínűségű dolgok, hogy te Új-Zélandról éppen mondjuk átvisz téged a víz Chilébe, vagy véletlenül mondjuk Tajvanon kötsz ki. Mind a kettő lehet. Tehát ezek szana szétúztak, ezek a dobozok, és van egy nagyon jó ilyen valószínűségi tengeráramlási modellje, és akkor nyilván a plankton az is sodródik, a legtöbb planktonikus élőlény az passzívan mozog, oda megy, ahova viszi az áramlás. A klímaváltozás miatt megváltoznak a csapadékviszonyok, megváltoznak az áramlások, ugye tudjuk, hogy a Golf áramlatot azt meg kitérítettük, emiatt más az éghajlat Norvégiában, de más az éghajlat Angliában is, de egész Európában más lesz. Tehát olyan léptékben nyúl bele az ember a természetbe, hogy ez félelmetes és borzongató az végig gondolni, hogy mekkora változásokat csinálunk. Most nem arról van szó, hogy a falu szélén kidobjuk a szemetet, és akkor ott mondjuk egy büdös szeméttelep lesz, és akkor 3 megyfát ki kell vágni, hanem az egész földi, óceáni, légköri folyamat rendszert megváltoztatjuk, tehát átírjuk. És mondanom se kell, hogyha egy invazív rovarral nem tudunk mit kezdeni, vagy Ausztráliában a nyulakkal, akkor az óceáni, légköri csatolt folyamatok megváltozása mekkora eséllyel fog egy jobb bolygót adni nekünk, mint egy rosszat. Tehát mert ugye arról már hallottunk, hogy a Golf áramlat akár le is állhat, és eddig ugye mindig csak az volt ezzel kapcsolatban a félelem, hogy akkor az milyen időjárási változást okoz, de akkor az nem csak gondolom az időjárás változtatná meg, hanem a teljes óceán élőlényvilágot az nagyon megváltoztatná. A planktonikus élőlények nagyon érzékenyek a hőmérsékletre, a fényviszonyokra, a pH-ra, a sótartalomra. Ha bárhol ebbe belenyúlunk, őrült nagy változások lesznek, és mondom, egyrészt ők adják az oxigént, az oxigén legnagyobb részét a tengeri
fitoplankton adja, másrészt végül is ők adják a kaját a halaknak. Tehát, hogyha az oxigén háztartás is nagyon megváltozik, meg a halak, ugye azért a tengeri hal, vagy egyáltalán a seafood, az egy baromi nagy részét kiteszi az emberi fehérje forrásoknak. Tehát itt megint a tűzzel játszunk, és most már nem, tehát most már ég a fél ház, tehát nem csak játszunk vele, hanem nagyon-nagyon komoly, abszolút robusztus folyamatokba belenyúltunk, és örülünk, hogyha követni tudjuk, hogy mi történik. És ugye a növekvő széndioxid miatt savasodnak a tengerek, annak is akkor lesz valami negatív hatása, vagy azt még valahogy a fitoplanktonok túl fogják élni? Az a hatás, amit már most látunk, hogy nagyon sok korra azáltal, hogy kifehéredik, tehát ezt a megváltozott hőmérsékletű és pH-jó vizet nem bírják már azok az élőlények, amelyek a korallok belsejében élnek, ezek a szimbionták, ők eltűnnek, kifehéredik a korall, meghal végül is, hosszú távon meghal, ezek visszafordíthatatlan változások, eltűnik a korall élővilága, akkor ez megzavarja azokat a halakat, akik ott táplálkoztak, ők pedig nagy területet bejárnak, tehát hogyha őket itt megzavarjuk, akkor ott is meg lesz zavarva az élővilág. És akkor megint az van, hogy beledobunk egy követ a tóba, mennek a hullámok minden irányba, de hogy most pontosan mi a hatás, azt senki nem mondja meg, csak tudjuk, hogy ilyenkor mik szoktak történni, van egy étlap, hogy mik azok a hatalmas veszélyek, amiket ezzel generálunk. Egyik bekövetkezik, másik nem. Nem könnyű az ökológusok dolga, tehát hogy a meteorológusokat, mindig röhögünk a meteorológusokon, soha nem tudják, hogy milyen idő lesz. Hát őrült nehéz megmondani, tehát fogjuk már fel, hogy az nehéz. Egy ökológusnak is nehéz. Tehát van egy erdőben, vagy egy korallzát, olyan több ezer faj, az egyik kihal, vagy három kihal. Nem tudjuk megmondani, hogy melyik másik hogy fog reagálni, de egyre jobb, egyre többet tudunk erről, egyre jobban értjük a rendszer logikáját, de senki nem mondja meg, hogy akkor 2029. február 4-én ez a medúzafaj megdöglik. Tehát ezt nem tudjuk így megmondani. Nem is kell megmondani ilyen szinten, mert látjuk az órunk előtt, hogy megy tönkre. Tehát csak próbáljuk levonni azokat a tanulságokat, hogy tudjuk a következő esetben a nagy bajokat kicsit mitigálni, kicsit enyhíteni. De hát ez folyamatosan futunk a vonat után, tehát semmi esély nincs. Minimális mértékben tudjuk csökkenteni a hatásokat, de iszonyatos sebességgel rontunk mindent magunk körül. És végül is mindennek az oka, hogy túl sokan vagyunk. Tehát senki nem gonoszságból pusztítja a természetet szerintem, hanem azért, mert van 8 milliárd fogyasztó, azoknak ennivaló kell, azok megveszik a ruhát, azok megveszik az autót, azoknak lakás kell, akkor betonozni kell, azt ki kell írtani valamit. Tehát egyszerűen ki kell szolgálni a fogyasztói igényeket, és a kapitalizmus úgy működik, hogy akkor ezt kiszolgáljuk. Kész, ebben van a pénz. Ha abban van a pénz, hogy a Balaton körül a nádast kiírtjuk és körbe betonozzuk, hogy vízkapcsolatos luxus nyaraló legyen, akkor azt csináljuk, mert erre van igény. Ha arra van igény, hogy Indonéziában olajpálmaültetvényt csináljuk, akkor azt csináljuk, mert kell a pálmazsír. Tehát egyszer 8 milliárd ember igényét ki kell szolgálni, ezeknek van pénzük, van akinek több, van akinek kevesebb, de ezek fizetnek érte, és sokan abból élnek meg, hogy megfelelő szolgáltatást, megfelelő üzletet csinálják, és kész. És lehet, hogy ők a lelkük mélyén hatalmas természetvédők is lehetnének akár, de a napi betevőjük abból van, hogy a cégük mondjuk olajpálmát ültet, vagy a pálmaolaj bizniszben érdekelt. Hát nagyon kevés olyan kapitalista gondolkodású befektető üzletember van, aki azt mondja, hogy én inkább vállalom a mély szegénységet, de nem rontom tovább a természetet. Én még ilyet egyet se láttam. Ez van. Ha mondjuk csak fél milliárd ember lenne, akkor lehet, hogy jól megférnénk a természettel együtt, úgyhogy jut is marad is. Tehát magyarul fenntartható módon tudnánk élni. 8 milliárddal én erre semmi esélyt nem látok, még akkor is, ha van, aki megvan róla győződve, hogy 15 is lehetne. Szerintem nem. A tengernél még sokszor előkerül mondjuk a túlhalászat, meg ugye a szeméthegyek, gletszerolvadások, ezek is akkor gondolom mind általánosan csak problémákat fognak okozni, de vagy van-e bármilyen konkrétum, amit még ezekkel kapcsolatban adunk? Igazából a műanyag szennyezés, a hőmérséklet növekedés emelése, a meglévő természetes élőhelyek feldarabol, nagyjából elmondtunk mindent. Ami újdonság, hogy ezeket eddig inkább külön-külön problémaként kezeltük, és most kezdenek ezek összeérni. Tehát most akkora változást okozunk itt meg ott, hogy összeér a kettő. És ami a tudósokat is meglepi, hogy ebből aztán mi minden jöhet ki. Ugye amikor két követ dobunk a tóba, és a hullámok találkoznak,
akkor azt mondjuk egy fizikus valószínűleg diplomamunkája keretéből le tudja írni, hogy mi történik, de természetben nem tudjuk. Tehát, hogyha elsavasodik egy korallzátony Ausztráliánál, és megnő az Amazonas víz hozama, ez a két hatás találkozik előbb-utóbb is, hogy abból mi jön ki, azt már senki nem tudja. Tehát akkor az egyik legnagyobb probléma az, hogy nem csak egy követ dobtunk be, hanem körülbelül folyamatosan dobáljuk be a köveket. Így van. Egy fürdőkádba dobunk sziklákat, menhíreket, egyszerre tizet, és csodálkozunk, hogy kifröccsen. Tehát elképesztő. Nálunk ugye, ami nincsen Atlanti-óceán, de van a Balaton, hogy a Balaton egészségéért igazából tudunk-e bármit tenni, vagy ott milyen változások ugye történtek és történnek jelenleg? A Balaton egészségére a legtöbbet a nádas tudna tenni, egy épp egészséges, jól működő nádas, aminek 1000 funkciója van, és a víz és a szárazföld között az nem csak egyszerűen egy határvonal, hanem egy nagyon-nagyon fontos olyan terület, ami egyrészt különböző élőlényeknek az élőhelye, másrészt a Balaton vízszint ingadozásait részben kivédi, tisztítja a vizet, tehát víz tisztító szerepe van, stb. A nádas baromi fontos. És most az a közellenség, tehát ugye az ingatlan befektetők számára a nádasnál haszontalanabb dolog nincs. Azt ki kell írtani, és akkor jó. Ugye ez direkt is rossz, mert ha kiírtjuk a nádas, nem lesz nádas, de indirekt még rosszabb, mert ezáltal rengeteg negatív folyamat elszabadul. Hogyha elképzeljük azt, hogy semmi nád nincs a Balaton körül, csak egy ilyen gyönyörű körbebetonozott partvonal, akkor az nagyon rövid időn belül elvezethez árvizekhez, az, hogy kilép a Balaton a medréből, elvezethet algavirágzáshoz, beleértve mérgező kékalgákat, belevezethet halpusztuláshoz, mindenhez elvezethet. Tehát igazából minden, ami rossz nekünk a tóban, az létrejöhet akkor, hogyha a nádasra nem vigyázunk. Ez megint olyan, mint hogyha egy embernek a máját kitépjük, aztán csodálkozunk, hogy mit tudom én, bőrbetegsége lesz. Hát ezek összefüggenek. Tehát a nádas az nagyon fontos. Hogyha most ilyen párhuzamokba akarnék beszélgetni, akkor az a Balaton immunrendszere. Tehát a különböző fluktuációkat, ingadozásokat a nádas segítségével nagyon jól ki lehet védeni. Az egy ilyen puffer zóna is. Én a Facebookon naponta kapom az ilyen hirdetéseket, hogy itt, meg ott, meg amott kertkapcsolatos, vagy még tókapcsolatos új luxus ingatlanok, ugye a betonnak és a műfűnek egy ilyen sejtelmes kombinációja. Külön vicces, hogy pont neked hirdeti ezt a Facebookot. Hát én nekem ezek mind földobja, nem tudom, nagyon örülök neki, de... és akkor előbb-utóbb, aki beköltözik egy ilyen egészen fantasztikus parti ingatlanba, az előbb-utóbb látni fogja, hogy azért jönnek a szúnyogok, azért kilép a Balaton a medréből, azért ez történik, azért akkor halszag van, akkor rohad az alga, vagy valami. Tehát előbb-utóbb mindenki szembesül azzal, hogy valami nem jó, de ez az egyik probléma, hogy annyira bonyolultak az ökológiai rendszerek, hogy az okot és az okozatot nagyon nehéz összekötni. Tehát ezt erre azt a példát találtam ki a múltkor zuhanyozás közben, hogy ha leugrunk egy szakadékból, akkor néhány másodpercig szabadnak érezzük magunk, mint a madár, aztán ezt csak szétlocsan az agyunk. De mondjuk ott meg lehet érteni az okot, és az, tehát leugrottunk, szétlocsan az agyunk, ez egyértelmű. De az, hogyha én most kiírtok egy nádast, és 15 év múlva lesz egy halpusztulás, vagy 20 év múlva lesz egy algavirágzás, nem biztos, hogy összekötjük a kettőt, nem is biztos, hogy tudjuk, vagy egyszerűen csak nincs rá igényünk, hogy megértsük az okot és okozatot. És emiatt nagyon nehéz azt mondani, hogy te most, amit csinálsz, az azért rossz, mert ez fog ebből következni. Ennél sokkal bonyolultabbak a dolgok. Tudjuk, hogy mi minden következhet, mi minden negatív dolog következhet, de nagyon nehéz megmondani, hogy pontosan emiatt holnap ez lesz, vagy holnap után ez lesz. Ő kiírtja a nádast, épületet épít, mossa kezeit, a másik meg 15 év múlva panaszkodik, hogy mondjuk tele van döglött halakkal a parti zóna, és akkor nem értjük, hogy hogy függ össze. Így. Szerintem ugyanilyen hazai kérdés, ez például a folyami szabályozás, hogy ugye ezt annó leszabályoztuk a folyókat, és most már kezdünk rájönni, hogy ez nem volt teljesen teljesen helyes megmozdulás, hogy ezt szerinted még valamilyen szempontból vissza lehetne állítani, érdemes-e visszaállítani, vagy a folyami szabályozás, amit kéne kezdeni? Hát ha az ember nagyon természetes módon gondolkozik, akkor azt mondja, hogy a folyónak egy abszolút elválaszthatatlan része az ártér, amivel semmi baj nem lenne, tehát sőt, rengeteg jót is hozhat, ugye Egyiptom a Nílus ajándéka, tehát amikor kijöntött a Nílus, akkor termékenyebbek lettek a földek. Mi most valahogy ezre nem kérjük ezt az áldást a folyótól, hanem inkább azt akarjuk, hogy egy nagyon jól meghatározott medren belül folyjon. Az ártereket ugye a 19. 20. században felszárították, lecsapolták, stb.
Mindez miért? Azért, mert mezőgazdasági területek kellettek az embereknek. Pedig akkor még csak 1-2 milliárd ember volt, de már azoknak is kevés volt a mezőgazdasági terület. Hát most 8 milliárd miatt még több mezőgazdasági terület kell, még kevesebb ártér kell, még jobban szabályozni kell a folyókat, és még több az árvíz. És akkor lehet panaszkodni, hogy tehát ilyen egészen hülye politikai kommenteket lehet ezt kitalálni, hogy vajon miért van árvíz, ugye. Amikor Németországban voltak ezek az esőzések, akkor felröbbent az a hír, hogy azért, mert ők nem elég kemények a meleg lobbival szembe, tehát az Isten árvizet küldött rájuk. Hát lehet hülyének lenni, tehát főleg egy demokráciában mindenki lehet hülye, de talán van a hülyeségnek is az a foka, amit azért már nem elegáns azért eljutni odáig. Tehát a folyók nem azért lépnek ki a medrükbe, mert Isten ránk küldte őket a meleg lobby miatt, hanem azért lépnek ki, mert az árterüket megszüntettük, és agyonszabályozzuk őket. Plusz azért, mert a vízgyűjtő területükben, ugye a Kárpátokban kiírtjuk az erdőt, tehát a csapadékot nem fogja vissza az erdő, hanem úgy, ahogy van, bezúdul a vízbe, a előbb-utóbb a főfolyóba, és az nem bírja elvinni, és akkor kilép. Tehát ennyi. Ezek sokkal egyszerűbb dolgok, mint hogy mindenféle ilyen isteni színjátékokra kell gondolni a háttérben. Az utolsó ilyen nagyobb kérdéskör, amit szerintem érdemes mindenképpen érintenünk, az meg az ilyen tudományos kérdés, mint egy tudományos podcast, hogy szerinted mitől jó egy tudós, és milyen a jó tudós? Ó, hát ez 5 perc alatt lerendezzük. Mitől jó egy tudós? Ez jó kérdés, ráadásul változik a válasz, mert változik a tudomány maga, változik az, hogy milyen életmódot élnek a tudósok. Az biztos, hogy manapság egy tudósnak. Hát vegyük sorra, miket kell egy tudósnak tudni? Hát mondjuk alapvető, hogy tudjon angolul legalább egy konyha nyelven, tehát legalább el tudjon olvasni publikációkat. Ez nem egy nagy érdem, hogy valaki tud angolul, de anélkül szinte nem rúg labdába. A másik, hogy legyen nyitott új gondolatokra, de kritikával nyitott. Tehát minden érdekelje, ami új, ugye minden nagy felfedezés először őrültségnek tűnik, tehát legyen nyitott ezekre, de hogyha esetleg az tényleg őrültség, és nem egy nagy felfedezés, akkor legyen bátorsága azt mondani, hogy szerintem ez mégiscsak inkább őrültség, mint nagy felfedezés. A harmadik, hogy ez a fajta kritikai érzéke, ez kiterjedjen saját magára is, tehát legyen önkritikája. Nagyon sok tudós, nagyon sok rossz tudós, attól rossz tudós, hogy mindenkit boldogan kritizál, csak magát nem, tehát a saját magának az agyrémeihez élete végéig ragaszkodik, ez nem egy jó tulajdonság egy tudósnál. Egyre fontosabb, hogy jól kommunikáljon, tehát függetlenül az angoltól, bármilyen nyelven, tehát függetlenül a nyelvtől az, hogy jól kommunikáljon, ugye manapság egyre ritkább az a kutató, aki egy szobában ül mondjuk harmad magával, és akkor ott 50 évig ott ülnek és alkotnak. Sokkal nemzetközibb a tudomány, napi szinten kell nem magyarokkal beszélni, külföldiekkel, diákokkal, idősebbekkel, újságírókkal, döntéshozókkal, pályázati szervek képviselőivel, sokoldalú módon képes kell, hogy legyen egy tudós arra, hogy különböző típusú emberekkel kommunikáljon. Ma egy sikeres tudós az 4-5 ember helyett dolgozik, tehát egyrészt kutat, másrészt saját magának a menedzsere, saját magának a kommunikációs szakembere, saját magának a pályázati írója, közben oktat. Rengeteg funkciója van egy sikeres tudósnak, és akkor itt jön az, hogy egy igazán sikeres tudós az pedig már maga alá épít egy csapatot, tehát ezeknek a feladatoknak egy részét az delegálni tudja. Tehát előbb-utóbb fölvesz egy olyan posztdokot, aki helyette esetleg a pályázatokat elég jól előkészíti, vagy fölvesz egy olyan posztdokot, aki helyette valamennyire a kommunikációt átveszi, vagy csak a statisztikát megcsinálja. Tehát kell, hogy tudjon csapatot is építeni. Úgyhogy akkor ez a 6. funkció, hogy közben egy vezetői képessége is kell, hogy legyenek egy igazán kiérlelt, érett szenior kutatónak. És rugalmas kell, hogy legyen. Nem szabad túl specializálódnia. Tehát az nagyon szomorú lehetne, amikor egy okos, értelmes tudós a saját túlságosan szűken definiált területébe egy belehal szinte. Tehát mert semmi más nem érdekli, csak az, és mert semmi újat nem tud mondani, csak rágcsálja ugyanazt a csontot, és akkor még mindig abból próbál egy újabb bőrt lehúzni, ez rossz látni. Tehát vannak olyan tudományos területek, ahol egészséges módon lehet egy csomót alkotni, aztán úgy érdemesebb kicsit odébb állni, vagy legalább a módszereket fölfrissíteni, vagy egy kicsit ötvözni másokkal. De aki mindig ugyanazt akarja, és 50 évig ugyanazon rugózik, az sokszor szánalmas benyomást kelt meg idő után. Sok ilyen ember van. És egy nem teljesen elhanyagolható tulajdonsága a jó tudósoknak, hogy őszinték. Tehát sajnos kicsit higul a tudomány olyan értelemben, hogy rengeteg ilyen szerencsevadász, meg ilyen karrier tudós jelenik meg,
aminek ezer tünete van, de az egyik az az, hogy nem feltétlenül őszinték. Tehát ők a szakmai siker érdekében esetleg blöffölnek, vagy hazudnak. Amivel olyan nagy gond egyébként nincs, mert ezeket kiveti magából a szakma, vagy legalábbis korlátok között tartják őket, de elég nagy fáradtságot ad a rendes tudósoknak, amíg ezeket kiveti magukból a szakma, tehát fölösleges ezzel borzolni a kedélyeket. Ugye, és akkor ennek egy alesete, amikor valaki politikai megrendelésre kutató, tehát megmondja azt, amit hallani akar egy politikus, hát ezek az ilyen tudós prostituáltak, akik megfelelő ellenszolgáltatás fejébe pont azt mondják, amit egy politikus hallani akar. Vannak ilyenek a világ minden részén, tehát ez ugye Brazíliától, Kazaksztánig és Magyarországtól, Törökországig, mindenhol. A populista rendszereknek van egy kiszolgáló tudós készlete, akik pont azt mondják, amit hallani akar a politikai vezetés. És a tudományos élettel szembeni bizalom, az igazából szerinted, pláne most a COVID kapcsán, az arról mi a véleményed, hogy mert ugye itt most egy csomó mondják azt, hogy hát a csomó tudósok úgyis csomószor nem tudnak, csomószor megváltoztatják a véleményüket. Az embereknek a tudományba vetett hite az mint egy kicsit meginogna most, hogy ezzel szerintem mit lehet kezdeni. Igen. Sajnos lehet azt is látni, hogy miért inog meg. Ennek talán az egyik oka az pontosan az ilyen politikailag befolyásolható tudósok. Tehát van, amikor a nem túl tájékozott ember is látja, hogy ez a tudós, ez most egy szócsőként viselkedik. De azt nem gondolom, hogy ez tömeges lenne. Ez előfordul itt ott, de nem tömeges. Ami viszont tömeges, az, hogy a közoktatásnak sajnos romlik a színvonal általában, és így az emberek valóban butulnak. Tehát egyre kevésbé. És rossz élményeik vannak az iskoláról. Tehát aki mindig utálta mondjuk a matekot, meg a fizikát, az idős korában nem fog lelkesedni egy olyan tudósér, aki mondjuk a klímaváltozásról egyenleteket ír, meg különböző nagy eredményeket bemutat neki, zsigerből fogja utálni az ilyeneket. Tehát az általános iskolai, középiskolai sikertelenség és a csalódottság az állatot kihozza az emberekből később, tehát a tudósokat lábtörlőnek tekintik ezek sokszor. Ez nagyon kellemetlen, mert a tudósok általában alul fizetettek, rengeteget tanulnak és rengeteget dolgoznak, és őszintén a legjobb tudások szerint próbálják az emberiséget szolgálni. Ez nagyon patetikusan hangzik, de tényleg így van nagyjából. Tehát egy tipikus tudós az, mit tudom én, 1200-1500 euróval a zsebében éjjel-nappal dolgozik, és mániákusan megpróbál megfejteni, hogy mondjuk a planktonra, hogy hat a golfáramlat megváltoztatása, és akkor cserébe azt kapja az emberektől, hogy egy utolsó parazita, aki csak az adót költi, és semmi jót nem csinál. De közben mindenki elvárja, hogy az utolsó generációs mobiltelefon legyen a kezében, meg a szuper ökobio fogkrémmel mossa az agyarait, és nem látják az emberek, hogy ehhez tudomány kell a háttérben. Tehát az, hogy valaki beül egy elektromos autóba, ami automata sebváltós, és szervókormányos, és stb., azt nem 8 általánossal rendelkező analfabéták tervezték meg neki, hanem csúcsmérnökök, mondjuk az Audinál vagy a BMW-nél, és ez ugyanaz a tudomány, mint amit a biológusok, a fizikusok, a vegyészek, nem tudom kik csinálnak, tehát ez mind a tudomány terméke. Ha valaki zsigérből utálja a tudományt, de elvárja, hogy havonta új mobil jöjjön ki, 6G, 7G, 8G, nem tudom milyen mobil háttérrel, akkor valami diszonancia van azért ott. Tehát azt látni kell, hogy a másik dolog, hogyha ugye most a COVID kapcsán, ha valaki egy kicsit gondolkodik, akkor elgondolkozhat azon is, hogy hány járvány nem történt meg az elmúlt évtizedekben, hála a közegészségügynek, a járványügynek, azoknak a szakembereknek, akik teljes mértékben láthatatlanok addig, amíg nincs járvány. Mindenki azt mondja, hogy most gombamódra jelennek meg ezek a járványügyi szakértők. Nem, ők 60 éves járványügyi szakértők voltak, csak nem volt COVID, és senki nem, a kutya nem kérdezte, hogy ők hol vannak, hogy dolgoznak, mennyi pénzt keresnek, és hát a létminimumon lavíroznak 60 évig, védték az emberiséget járványoktól, és most, hogy egy járvány kialakul, most ők a hülyék, tehát azért álljon már meg a menet, tehát olyan mértékű az ostobaság a Földön, hogy azt nem lehet szavakkal leírni. És erre még rá, ugye önti az olajat a tűzre a filmszakma, ahol a hollywoodi filmekben a tudós az mindig valamilyen agyament gonosz, aki mindenkit ki akar írtani, és akkor a föld alatti laborban ilyen mérgeket gyárt. Még a hupikék törpikék menni, tehát nem is kell Hollywoodig menni. Tehát valahogy a tudós az mindig egy ilyen zakkant hülye, aki rosszat akar. Vagy a gyógyszerlobbinak a rabszolgája, és a gyógyszergyárakat szolgálja ki. Ezen lehet, hogy érdemes lenne változtatni. Az emberek egy picit gondolkodnak, és félreteszik az iskolai kudarcok
emlékét, akkor rájönnének, hogy azért a tudomány ez nem erről szól, tehát rendkívül intelligens, okos, szórakoztató emberek az életüket áldozzák azért, hogy nagyon kevés fizetésért az emberiséget szolgálják, és hogyha ezért azt kapják, hogy lábtörlő lesz belőlük, akkor előbb-utóbb el fognak tűnni tehát a tudós szakma is előbb-utóbb úgy ki fog higulni, mint ahogy most már a tanár szakma higulóban van, eléggé higulóban van, és egyre több olyan tanár oktat, akinek nem kéne oktatnia. Lassan eljutunk oda is, hogy egyre több olyan sebészorvos lesz, akinek nem kéne sebészorvoskodnia, de hát én oda már nem feküdnék fel azért az asztalra alá. Tehát azért ott már vigyázni kell. Tehát ez nem babra megy ez a játék. Még egyszer mondom, a tudós is olyan, mint a kulcsfaj, hogy amikor nincs ott, amikor nincs tudomány, akkor látszik, hogy mennyi mindent tett addig, hogy ne legyen. És szerinted ezt a negatív spirált, ezt hogyan lehetne lassítani, vagy megállítani, vagy visszaállítani? Mert ugye, hogyha egyre rosszabb az oktatás, egyre kevesebb a tudós, akkor egyre kevesebb megint az oktatás. Tehát ez igazából egy ilyen ördögi spirálnak tűnik. Igen, az biztos, hogy én a fiatalokkal kezdeném. Tehát akár az, amit most csinálunk, hogyha őszintén és élvezhetően beszélünk a tudományról, és ha ez a fiatalokhoz eljut, akkor talán köztük lesznek olyanok. Ugye nem kell, hogy minden ember imádja a tudományt, tehát a 8 milliárd ember nagy része teljesen mindegy, hogy mit gondol. De legalább a döntéshozók, meg az elit, a társadalomnak mondjuk az értelmiségi elitje ne legyen rossz véleményel a tudományról, az már nem rossz azért. És utána már csak a demokráciát kell féken tartani, hogy azért mindenről ne a tömegek döntsenek. Tehát, hogyha a kulcsfontosságú értelmes fiatalokat, a jövő elitjét a tudomány mellé állítjuk, és a demokratikus tömegjelenségeket értelmes keretek közé szorítjuk, akkor semmi baj nem lesz a jövőben, és akkor a tudomány az megint a méltó helyére kerülhet. A lényeg az, hogy amikor nekem infarktusom van, akkor ne 8000 ember szavazzon róla, hogy mit kell csinálni, hanem legyen egy nagyon jó szívsebész, aki megoperál azonnal. Tehát én csak ennyit szeretnék, semmi többet. Nem akarom, hogy egész Európa online szavazzon arról, hogy mit kell velem a műtőben csinálni. Erre nem vágyom. Meg ugyanígy felmerül bennem kérdésként, hogy én is érzek valami diszonanciát, hogy az, hogyha van egy tök jól működő mobiltelefon, ami az elképesztő mennyiségű tudományos innováció kellett, hogy tényleg működjön, azt a legtöbb ember elfogadja, hisz, hogy az úgy működik. Viszont amikor mondjuk egy más területen ugyanolyan felépítettséggel mondunk, vagy mondunk, hogy mondjuk egy tudományos életben valaki valamit, azt meg nem fogadja el. És hogy ezt a diszonanciát szerinted hogyan lehetne a legegyszerűbben, vagy legjobban feloldani? Szerintem az is fontos lenne, hogy a felfedezéstől a piaci termékig rövidebb legyen a lánc. Mert ugye most az történik, hogy az, hogy most megveszek egy nem tudom milyen mobilt, azt lehet, hogy az ötletet lehet, hogy 30 évvel ezelőtt jutott egy fizikus eszébe, vagy egy programozó eszébe, nem tudom, akkor abból lett egy megvalósítható dolog, lett egy találmány, előbb-utóbb azt piacra dobják. A végén ki az, aki bezsebeli a pénzt, meg a népszerűséget? A láncnak a vége. Tehát az a egyszerűség kedvéért mondjuk, hogy egy fizikus, aki egyszer kitalált valamit, az továbbra is minimál béren fog élni, miközben szabad-e cégeket mondani, amikor a Vodafone-nak a teljes vezetősége már Bentley-vel jár, de a fizikus, aki kitalálta, az még mindig alapbéren van, tehát ez nem normális. Tehát valahogy, ha ez rövidülne ez a lánc, és a feltaláló meg a fogyasztó között kicsit közelebbi lenne a kapcsolat, akkor mindenki jobban érteni, hogy működnek ezek a dolgok, és nem lenne az, hogy egy jó ötletre rátelepszik 16 réteg, akik csak lefölözik azt az ötletet. És aki az alapötlet volt, az meg csak azt mondják, hogy hülye tudós, itt csak itt nyomog össze. Volt egyszer egy jó ötlet, de kit érdekel, húzzon vissza a laborba, és dolgozzon tovább. Minimálbérérő, rabszolga, meg eleve egy parazita. És akkor a valódi paraziták, azok meg lefölöznek mindent az egészből. És ez érvényes mindenre, az élet minden területére. Tehát sajnos az van, hogy akik a dolgokat az emberek elé rakják, akik piacra viszik, akik kommunikálják, akik reklámot csinálnak. Aki a reklámot megcsinálja mobilról, az többet keres, mint az, aki kitalált az egészet. Ez nem normális dolog. Tehát ezt a fajta értékláncot, ezt le kéne rövidíteni, hogy lehessen látni, hogy tudom én, ki volt az ember, aki ezt kitalálta, és hogy mi járt az agyába, és hogy miért jó ezt. Tehát ez megint az, mint amikor egy ökológiai rendszert megzavarunk, és az igazi hatás 20 év múlva jön, és nem látjuk az okozat közötti összefüggést. És esetleg ennek a láncnak a bemutatása, vagy hogy tényleg valami A-ból hogyan jut el B-be, akkor gondolom az is egy nagyon érdekes lenne, akár
a hallgatók mondjuk esetleg számára, hogy ezeket, hogyha mindenképp bemutatjuk, akkor talán jobban összetudálni, vagy jobban tudják kapcsolni ezeket a pontokat, és akkor talán már nem azt látják, hogy jó, hát aznak nem volt semmi haszna, hanem jobban látják, hogy igen, A-ból hogyan lett B-ből, hogyan lett C. Abszolút, tehát amikor most azt mondjuk, hogy két tudós ilyen semmire kellő unatkozik, és csak szórja az adó fizetői pénzt, az adót, akkor hozzá kell gondolni, hogy igen, de lehet, hogy most valami eszükbe jutott, amiről most egy sör mellett beszélgetnek, de 40 év múlva az egész világ azt fogja használni, most még megnevezni se tudjuk, hogy mi az, de egyszer valamikor az internet is úgy alakulhatott ki, hogy 3-4-en ebéd után ilyen fél kaja kómában poénkodtak azon, hogy milyen vicces lenne két számítógépet összekötni egymással. És a világ leghülyebb ötletének tűnhetett, a világ leghaszontalanabb dolgának tűnhetett, ma meg megőrülünk internet nélkül. Tehát most anélkül, hogy ismerném a részleteket, a dolognak a logikája ez, hogy egyszer valakinek egy ilyen hülye ötlet jött, hogy két számítógépet kössünk, ne a hálózattal kössük őket össze, hanem egymással, micsoda agyrém, és akkor ebből lett az internet. Ugye ezek ilyen belső, ilyen jellemzően azt hiszem egyetemi hálózatok voltak először. Valaki kellett, akinek először eszébe jutott, hogy kössük őket össze. Ugyanígy, hogyha ma, 2021-ben egy tudós valami agyrém ötlettel előáll, lehet, hogy abból lesz gigamilliárdos üzleti termék 30 év múlva. A tudósnak meg majd a porait mellé rakjuk dísznek. Na. Az utolsó kérdés meg, hogy a jövő tudósai számára mit tudnál igazából javasolni, vagy mondani. A másik meg az, hogy akár téged hogyan tudnak, vagy a te területet hogyan tudják esetleg bekövetni, vagy több információhoz hozzájutni. A jövő tudósainak azt, hogy minél hamarabb menjenek külföldre, nem kell kimaradni, haza lehet jönni utána, de mindenképp mozogjanak, tehát semmiképp se éljenek évtizedekig Magyarországon. Egyszerűen nem azért, mert ez egy béna ország, és vannak jobb országok, ezt mondanám a svájcinak, vagy a svédnek is, tehát látni kell különböző kultúrákat, különböző tudományos közösségeket, találkozni kell sokféle emberrel. Egy magyar is menjen Svájcba, de egy svájci is menjen Magyarországra. Tehát ezek szimmetrikusan, mindenki menjen mindenhova. Tehát mozogni kell a világban. A tudomány nem arról szól, hogy ülök egy szobában, és ott ülök 60 évig. Bár nagyon sokan erre törekednek a mai napig, még fiatalok is tényleg, hogy egy jó kis helyre oda befészkeljék magukat, és akkor onnan menjenek nyugdíjba. Teljesen érthetetlen. Ugye tanuljanak angolul, legyenek rugalmasak, tanuljanak meg tanulni, tehát önmagukat fejlesszék. Most például a járvány alatt egy-két fiatallal kapcsolatban vagyok, és van közöttük olyan, aki sopánkodik, hogy mikor lesz már vége. A másik meg 3-4 internetes ingyenes kurzust végighallgat, és képzi magát. És nagyságrennyi különbség lesz köztük a végére. Tehát legyenek nyitottak, mindent tanuljanak meg, legyenek, tehát az internet házhoz hoz mindent. Luxus dolog ez csak arra használni, hogy Tetris ezen valaki reggeltől este. Pedig milyen jó a Tetris. Volt még egy kérdés. De... jó, hogy engem. Hát, hogyha rám keresnek az interneten, és megtalálnak, bárki írhat e-mailt, és válaszolok. Tehát én nagyon szívesen kimondottan élvezem azt, hogyha a fiataloknak segíteni tudok, akár a pályaválasztásban, akár tehát tartottam gimnáziumban ilyen pályaorientációs napot. Nem nagyon tudják a gimisek, hogy mit csinál egy fizikus, vagy egy biológus, vagy egy vegyész. Nagyon hálásak, hogyha az ember kicsit segít nekik ezt eldönteni, mert, vagy segít a döntésben, mert tényleg nehéz úgy választani mondjuk egyetemet, hogy fogalmam sincs, hogy ott mi történik, és látni kell azt, hogy ha te elmész tudósnak, mi vár rád, ha elmész orvosnak, mi vár rád, ha elmész mérnöknek, mi vár rád, minden információ hasznos nekik, és muszáj őket segíteni ebben. Dr. Jordán Ferenc, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadott a meghívásunkat. Én köszönöm. Amennyiben tetszett ez az adás, akkor kövessetek minket YouTube-on, Facebookon, Instagramon, Spotify-on, Apple Podcast-en vagy Google Podcast-en. A következő adás még a viszonthallásra. Sziasztok!